Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Képzeljétek el, az én családom és a családok baráti körül, akik ott voltak nálunk 24-én. Rokonok. Mind ismerősök. Az én család tagjai rokonok. Figyelj, elindult a masszív karácsonyi ajándékkal való csalás. De olyan durván, és olyan szemtelenül, hogy az valami elképesztő. Visszakaptál valami tavaly előttit, amit te adtál, vagy mi? Hát majdnem ez történt. Nem már. Hát majdnem ez történt. Körbeért. Körbeért egy ajándék, illetve nem is pontosabban körbeért. Lelepleztem a Viki családjából, hangsúlyozom, a Viki családjából azért erősen, és baráti köréből, mert hogy azért az én családom ilyet nem csinál. Akkor ez vagy Laci, vagy az agyósod. Mehetünk tovább. A Viki egyik barátnője is ott volt nálunk karácsonykor, és én kaptam tőle az ajándékot, és hallottam, hogy odasúgta a Vikinek, hogy gyorsan együk meg, mert már ő is kapta valakitől. Ez volt az egyik, de várjál, elvettem, egy bombonos doboz volt, ami egyébként 2013. december 22-én vagy 21-én finoman le is járt. És rájöttem, hogy az ő családjuk és baráti körük finoman ez a körbeajándékozás történetet nyomja, hogy itt egy arcesz, az megy tovább, itt egy doboz bombon, azt kapom én, ott egy valami, azt kapja valaki. Ott egy moncsicsi csipest ide. Tedd rá erre vagy arra, hogy ennél rohadékabb dolgot kevésbé tudok elképzelni. Ez egy nagyon híres magyar cukrászda által kiadott ilyen díszdobozos bombon csomagolás, ami ott van az állatkert mellett, mindegy is, hogy melyik. És ezt ő nem szereti. És elmondta... És már a nagymamája szerette. A nagymamája se szerette, illetve a dédapja hazahozta az első világháborúból, már nem tudták, igen, nem tudták megenni. Visszahozta Isonzoltól, mert azt mondták, hogy azért mindent megesznek. De. És félreívom a Vikit, és mondom, hogy fél, nagyon-nagyon kedvelem a barátnődet, meg ne törődjön vele, hogy az én halászlevemet eszi meg. De majd, ha én is 2013-as rántott halszeleteket adok neki. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez mégsem pofátlanság. Mert átgondoltam az elmúlt 5 évemet, és rájöttem, hogy 26 dolgot kaptam, amit mert azonnal... Mert a 3/4-ét őszabálta meg így. 26 dolgot kaptam, amit azonnal továbbadtam. És hogy ebben még sincsen semmi, mert önvizsgálatot tartottam karácsony után, amikor lefüleltem Editünket, aki egyébként ezt a kis használt, ilyen féli megrágott zserbót adta nekem sok szeretettel felirattal. Nagyon finom volt, egy darabot nem ettem belőle, majd lejárt, és rájöttem, hogy ezt én is csinálom. De nem lejártatad. És még most karácsonykor 2 én is továbbadtam. De lejárt? Nem, lejártat, nem. Ennyi tisztesség legyen. Én a bort kapom balról, és tudom, hogy 26-án jön valaki kis zacskóba be, és már adom is. Vagy adom az is jobbra. Figyelj, mert bele szoktak írni. Az zacskóba bele? Igen, én kaptam olyat most. Az nagyon kellemetlen. Zolinak névnapjára szeretettel. Kedves anyukám. De komolyan ez volt rajta. Mert van az acsi, és a szoktak a szárára, vagy a fülére. De mi nem ilyen kis cetlit raksz, vagy egy kis könyvecskét, vagy mi az? A fülére van gyárilag egy ilyen kis széthajthatós könyv, és abban volt Zolinak névnapjára szeretettel. Na mondom, köszönöm, meg vagyok. Honnan jött? Tehát, hogy arra figyelj, azt szedd le róla, és akkor utána már mehet tovább. Ne legyél már paraszt, Zoli is örült neki. Vagy én is örültem. Hát érted, azért is, te is kaptál. Hát, ha Zoli örült neki, Feri is fog neki örülni. Jó, csak hát szerencsére nem azt a bort küldtem, amit ő kapott, vagy az üres üveget, hanem az jó volt benne a bor, de bele volt még írva, hogy Zolinak. Szemétség ezt egyébként így továbbadni? Igen. Én rájöttem, hogy közben pedig egyébként tökre megment. Hát, ha valakinek ízlik az a bomba, nem? Hát azt szerintem senkinek, mert kinyitottuk, és kicsit ilyen avas volt a teteje már konkrétan. Tudod? Fehér csoki a kedvencem, nem, az penész. Az nincs ezzel baj. Szerintem de nem, igen, ő ezt vállalta, mert odaszólt a Vikinek, hogy egyétek meg hamar, mert én nem szeretem, mondta ezt a Vikinek. Tehát ő ezt kicsit félig beismerte, hogy egyébként ezt ő továbbadja. A kellemetlen az volt, mikor ott közösen megfejtettük, hogy ez 2013-ban még le is járt. Persze ezen a család nagyon jól szórakozott, tehát ebből nem csináltunk nagyon titkot. Én meg azonnal. Nyilván nagyon hangosan. De most te tudod, mikor járt le ez a kis csokoládé? Nézzük csak meg. Ó, Edith, köszönjük szépen, 2013-ban le is járt Viki, ez a csokoládé. Viki, te most minden édesnek örülsz, azt zavar, hogy a 2 éve lejárt. Legyétek meg gyorsan. Igen. Szóval, hogy ez egyébként jó. De most te tudod például minden tárgyadról, hogy hova adtad tovább, kitől kaptad, mert a legveszélyesebb az, amikor kapsz valamit, eltetted, és egy fél év múlva, megyünk a giziékhez, vigyünk már nekik valami ajándékot, leveszed, és visszaviszed ugyanazt. Ráírod, hogy kitől kaptam? Nem, azt így nem írom rá. Azt nem írom rá. Éváéktól 2013 karácsonyára. 27-én jött át hozzánk egy baráti társaság, és megkapták tőlünk a Szegő Viktornak azt a zöld ilyen szakácskönyvet. Igen, amit ajándékba hozott ide nekünk. Igen. De nem, képzeld el, hogy nem. Balázsnak szeretett. És ez nekem beugrott, és állunk az ajándékszatyornál, és mondom Vikinek, hogy figyelj, nézzük már bele, nincs benne, hogy szeretette Balázstól, mert én is kaptam egy ilyen könyvet. Viki pánikba esik, elkezdjük föllapozni a könyvet, miközben fönnmegy az ajándékozás, hogy megnézzük, hogy benne van, hogy szeretettem Balázsnak, mert ugye mi kaptunk egy ilyen könyvet, bizony. És abban viszont bele volt írva, hogy Szegő Viktor szeretette. Megnyugodtunk, hogy nincs, mondom, semmi baj, akkor kivágjuk ollóval azt az egy. Azt vagy csak a betűket. Vagy csak a betűket körbevágjuk, vagy kivágjuk ollóval szépen finoman. És gyorsan lerohantunk, megnéztük a garázsba, hogy nincs benne, hogy szeretette Balázs. Emlékezett a Viki, hogy nem ő ezt megvette, és azt adtuk. Tehát az nem egy továbbadás volt, de beugrott. Én most rohadt ideges vagyok emiatt, mert ha valakinek ígértem egy példányt a te könyvedből, és a végén azok a rohadt kuponok, ugye ott vannak, és már az egyik ki van vágva félig, nem, ki van vágva a kupon az egyik. És nem tudom úgy kivágni belőle snitzerrel, hogy ne látszódjon, hogy ott kivágtak egy oldal. Pedig ezt kérték. Akkor elmondom. Itt van benne az asztalon, nem komúzok. Már csak antikváriumban van egyébként. Mit? Nagyon nincs már. Akkor mondd meg, hogy neked kellett a kupont kivágtad, ők akarták a könyvet, te meg a kupont kivágtad. Antikváriumban nem találtam meg, ezt egy mélynél szerettem. Több köbmétert átúrtam, de nem, egyébként tényleg ez van. És ki van belőle vágva az egyik a végén, és most tök nagy bajba vagyok, hogy hogy fogom belőle kiszedni. Mert a másik meg dedikált, kettőt sikerült belőle. És a név az jó, vagy... Nem, hál' Istennek csak annyit írtál, hogy szeretette a Balástól. Tehát most oda rohanok és beleírok valami kamu nevet. Nem, már nem, hallgatónak lesz. Bocs, Jani, beírtam a Józsinak. Józsinak hívják? Nem, sajnos nem. Szóval ez a tovább ajándékozás, ez egyébként rájöttem, hogy ez egy baromi hasznos dolog. Nem, jó, ez undorító. Hát dehogy, tök praktikus. Kapsz egy doboz csokit, nem ízlik, már rakod be, kaptál egy bort, de te rozét iszol, de vöröset, hopp, már meg vagy, már adod be, megvan már egy ajándékcsomag, egy csomag csoki, egy csomag hát, bor, már adott neki, szatyorba, ő örül neki. Tudod, mennyit kaptál te is, amit tovább ajándékoztak? Tudod, mennyit kaptunk mi is? Szerintem az ország fele tovább ajándékoz. Higgyétek el, hogy mindenki kamuzik. Most állsz és polcod előtt, na jó, ezt már én úgyse használom semmire, akkor ezt odaadom. Nem, most nem erre gondolok, hanem arra gondolok, amikor jön egy baráti társaság, és mit tudom én, mindenki egy kis aprót vesz. Akkor gyereknek megveszed, a csajnak egy csoki, pasinak egy üveg bort. Tehát amikor nem ilyen nagyon személyeset veszem, mint közeli család, hanem ilyen kicsit ilyen tágabb értelemben ajándékoztok, akkor ilyen mennek ezek a közhelyes dolgok. Egy bor, egy csoki, a csajnak, kis játék a gyereknek, az menjenek. Nem? Azt húzzanak már. Ezt menjenek már, mert mennék aludni. Már saját életükkel. De nem így van? De szerintem ez teljesen korrekt. Ezért kell azt csinálni, hogyha valaki például nem borozik olyan sűrűn, mint mondjuk én, nem, illetve mint mondjuk Feri, de én nem borozok sokat, akkor le kell fóliázni. Én már mint a bort. Nem, porosodik a pincében. Ne fóliázz le. Elég, hogy a távirányító le van nálatok fóliázva. Legalább a bort ne fóliázz le. Megjelennek rajta ilyen kis pöttyök a címkén, meg az egész. És nem ajándékba adott bor, azt tudod nagyon jól, hogy nem jó, ha úgy néz ki, mint a pincékbe tárolt ilyen múzeális borok. Hát dehogy, mert azoknak jól áll a minden. De el tudod hitetni, hogy ez egy nagyon régi jó bor. Hát. És ott állnak lefóliázva azok a borok, amelyeket majd tovább fogsz adni. Igen. De miért csodálkozol, hogy le van fóliázva, az ülőgarnitúra is le van fóliázva, meg a távirányítója már. Nem azért lettük. Meg a WC-deszka is, hát nem azért van, hogy lekopjon. De még kell lefóliázni? A borra megsérül? Vagy mert össze, ne, az a baj, hogy megkarcolódik a címke? Igen, megporosodik, meg mit tudom én, tehát hogy így nem annyira jó. Nem annyira jó, és akkor szépen betekerem így izével, így folpakkal, és akkor úgy rakjuk be. Aha. Van egy ilyen bortárolónk. Borhűtőbe befóliázva. Érted, hogy ami már benne van, az már nem az én hibám, ha rossz. Érted? Csak ne porosodjon, ne legyen koszos. De egy... Aha. Hűha, nem csak nekem fura, azért úgy... Veled vagyok. De én szeretem, hogy ne fóliázod a bort. Én gondoskodó ember vagyok, én gondolok arra majd, akinek körömet próbálok megszerezni vele. Megfogod egy szivacsal, áttörlöd egy nedves, kevésbé nedves rongyal, és készen van. Szutyok lesz, hogy nem lehet normálisan takarítani. De hol értek egy építkezés mellett, hogy poros lesz? Nem, a pincébe történik. Nem úgy használjuk a pincét, hogy akkor lerakunk oda valamit, és akkor fél év múlva leszedjük a lakatot, azt lemegyünk. Nem, hanem majd folyamatos forgalom van. És minden egyes kívülre, ugye, mert azt mondtad, hogy fóliába tekered, tehát nem látod, hogy mi van bent. Ugye? Tehát nem folpak, hanem alufólia. Nem, folpak. Ja, folpakban van. Jó, mert az előbb alufóliát mondtam, nem. Mert akkor gondoltam, hogy a folpak fölé van egy kis címke rakva, hogy be... Józsiéktól rozé. Rozé, 80-as Cabernet Sauvignon. Öcsiéktől Furmin. Nem szereted, add tovább. Ezt nyithatod, ezt szereted. Hát jó, figyelj, de legalább aki bort kap tőle... Ez ezt ellenségben. Szúrják ki vele. Júli, hello, nálatok ment ez a továbbajándékozás? Hogy vettél észre karácsonykor, hogy leleplezted a rokont, hogy továbbajándékozott? Mert Szemét dolog, de én kicsit közben rájöttem, hogy szeretem. Nem, én gyerekjáték bizbaszgyűjtő vagyok. Anna, az, amikor beteszem a szekrénybe, rendszeresen kapunk olyan ajándékokat, amikkel én tudom, hogy a gyerek legfeljebb 10 percig fog játszani, viszont tele lesz vele az egész lakás. Gyöngyök, aha, ilyen kis kézműves kis hülyeségek, azt amiket valószínűleg úgy vásároltak meg a rokonok, barátok, messziről érkezett idegenek, hogy leemelték a polcról, és bedobták a kosárba. Meg se kérdezték, hogy mire vágyik a gyerek. Ilyenkor kell azt mondani, hogy ne haragudjatok, sajnos már megvan a gyereknek, valakinek adjátok oda. De én nem szoktam azt mondani, én beteszem a szekrénybe, és tovább ajándékozom. De akkor te is csinálod? Hogyha van olyan, amire tudom, hogy a gyerek nem fog vele úgy játszani, tehát tényleg csak arra jó, hogy kinyitja azt, odébb rakja 10 perc múlva. De olyan nincs, hogy ezt a gyerek majd eldönti, hogy ő akar vele játszani, és nem anyu dönti el? Van éppen elég játék annak a gyereknek. Hogy csinált, hogy miközben nyújtja a gyerek felé Ilona néni a kis ajándékot, vetődsz, belenézel a csomagba, és még oldalt fordítva kiveszed belőle, hogy a gyerek ne vegye észre? Á, ez csak akkor működik, hogyha tömegével kapja az ajándékot. Például egy nagy születésnapi bulin megérkezik 120 vendég, 120 ismerős, mindenki hozza a kis papírzacskóját, egy idő után egyébként azt se tudod, hogy kitől kaptad, mit kaptál, és találsz benne olyan dolgokat, amiket tudod, hogy a gyerek nem fog játszani, vagy ha játszik is, akkor tök jogos egyébként. És akkor azokat úgy félreteszem, és akkor előfordul, hogyha nagy krízis van, mert valakit elfelejtettem, akkor gyorsan körülnézek, hogy mit. És biztos, hogy örül neki. Lóárventi Kastélyok, 3000 darabos pázli, meg van belőle 2810. Figyelj nekem! Igen, és abból 2000 csak az ég volt, tudod. Csak a világos kék volt. Felhős. Igen, nem felhős, semmi nincs, Raki, egy sirály van a bal szélen, tudod, old meg. Istenem, hány könyvet ajándékoztam volna a szerkesztőségből? Tőlünk? Na, miért nem vitted? Mert alá van írva. Ja. Egyébként tényleg, most, hogy új év van, mondjuk el azoknak, akik nekünk könyvet küldenek. Igen, hogy ne küldjenek. Ne írják már oda, hogy szeretettel Janinak, meg Balázsnak, mert kapunk egy csomó első írótól első könyvet, kapunk egy csomó szakácskönyvet, hogy nagyon helyesek, meg nagyon örülünk, meg mindent bemondunk, hogy kaptunk, csak ne írják bele. Meg könyvet aláírni amúgy is szerintem szeretnék. Így van, hogy hagyd tudjuk továbbadni. Ne dedikáljátok, és könyörgünk celofánba, hogy lássuk, hogy mi van benne, hogy ne is kelljen kicsomagolni. Imádom a Szegő Viktort, és nagyon helyes pali, de annyi embernek. Zseniális az a könyv. Zseniális, annyi embernek tudtam volna már odaadni, ha nem írta volna bele, hogy Sebestyén Balázsnak, mert hogy én olyan béna vagyok, a konyhában nem főzök, a Viki szintén béna, szintén nem főz. Nekem a belőle kicsit kedvenc receptem, azokat kitépen belőle. Hát, ez többi megy tovább. De van ez a kis tapétavágó, tehát csak ki kell vágni. Egyébként nagyon egy pici csík mindig marad. Igen, de hát ez nem érdekes. Nehéz kivágni. Hello, Anna, új a friszkód? Vagy csak hajat mostál? Ne, hát új, 23-ai. A régi barokát. De tényleg láttam, hogy kicsit más. Új. Hát egy picit, igen. Én is le akartam nyúlni könyvet már az asztalotokról, bevallom, de alá volt írva. De mit vittél volna? Hát szerettem volna továbbadni, mert nekem adta volna Jani az egyik könyvet, hogy vigyem annó Tamásét, Frejét, de hát odaírta a Janinak. Nem tudtam elvinni. A Frey könyvet akart, ő se dedikálja már. 500 oldal. De ugye gyerekek, hogy mindenki tovább ajándékoz, akkor nézzétek meg. Van, aki nyúl és tovább ajándékoz, asztalról lop és tovább ajándékoz, van, aki csak körbe ajándékoz. Én szerettem volna, mert Jani tök aranyos volt, hogy mondta, hogy ő elolvasná, de hogyha annyira akarom, vigyem. Tovább kell írni, hogy Janinak nem szívesen adnám oda, de neked, Anna! Keres egy Jani nevű ismerőst, akinek át tudod adni. De nem, ki akartam, az is benne van. De még jó, hogy észrevettem, gondolod, de odaadom. Szerintem nagyon kellene. Az már rosszul esne. Tehát ha Editől ez a kis bomba, mondtam, jó, belefér, mindegy, de nagyon vicces. Amikor bele van írva, hogy Józsinak szeretett a házasság évfordulóra, és ászott hülyén, és megkapod. Szóval azért az már tud rosszul esni. Hogy magyarázod ki? Az sehogy. Annyira kedvelek, annyira szeretlek, annyira tisztelek, hogy Jani legféltettebb kincsét elhoztam neked. Hát azt már tényleg sehogy, úristen, de hogyha még bekamuzott, hogy figyelj, nem, mert voltam könyvesboltban, mert annyira, én tudom, hogy ennek te nagyon örülni, és kinyitja, és benne van, hogy vadon Janinak szeretett. Hát azt ez engem a Szegő Viktor levert a víz. Most, hogy olyan könyvet szeretette Balázsnak, és átadjuk, az valami rémségesen kellemetlen. Hát igen, az. Én ezért örülök most, hogy az egyik benzinkút hálózatnál most van egy ilyen akció, hogy elviheted azt a könyvet, amit már nem használsz, ami már nem kell neked, ami nem tetszett annyira. Egy liter benzinkút. Hogy elolvassák a kutasok? Semmit nem kapsz érted, de leteheted. És ez egy hatalmas ajándék, ha valakinek annyira elfoglalta az íróasztala, mint a miénk, úgyhogy én már össze is húztam egy kupacba azokat, amik egy évközben összejöttek. De csinálj már mi is ilyen akciót, ha valaki a használt 500-asait nem használja, hogy tegyem áll itt nekünk az asztalon. Lerakhatsz, hogy 10 000-et is tudom használni. Ha nem használod, nem kell, tedd már itt nálunk az asztalon. És mit csinál a benzinkút a könyvvel? Bárki bemehet és választhat közülük. Ja, hogy te el is hozhatsz. Persze. Aha. De ingyen vagy ők, te beviszed és ők eladják? Nem, nincsen belőle lóvé. Aha. De ez egy tök jó kezdeményezés. Ez egyébként egy jó ötlet, igen. Na jó van, várjuk az SMS-eket. Jó, ki milyen turpiságra jött rá karácsonykor, ki milyen ajándékot kapott, amit esetleg hát úgy vett észre, hogy valami szörnyű felirat volt rajta, se a név, se a dátum, se az időpont, se az esemény nem egyezett. Jó, írjatok nekünk SMS-eket. Ez itt a Morning Show a Class FM-en. 3:48 lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Január 5-e van, egyelőre nincs dugó a fővárosban, legalábbis azt látjuk, hogy a felüljáró jól megy, a forgalom halad mindenki, és Risheli is azt írja, hogy harmadannyian vannak az utakon, mint általában. 5-e van biztos? Kérdezi. Gyerekek, mi van, valaki még ráhúzott egy pár napot? Mert az SMS-ekből is látjuk, hogy úgy ébredezik az ország, mindenki tényleg kicsit még szilveszteri, karácsonyi ünnepek után így pihegve, de hogy nem az az SMS mennyiség van leginkább közlekedésben, tehát látjuk, hogy még kevesebben vannak. De indult, nálunk indul az ovi, az iskola, minden van. Igen, nem? Érdekes, hogy van ez? Mert például én reggel az ülőjúton azt tapasztaltam, hogy hát meglehetősen tempósan igyekeztek páran odaérni a munkahelyükre, vagy bárhol máshol, vagy hazaérni, mert úgy mentek, mint az állat. Tehát én pont arra számítottam, hogy itt reggel olyan SMS mennyiség érkezik majd a különböző közúti balesetekről, meg mindenféle torlódásokról, meg ilyenekről, olyanokról, fennforgásokról, hogy ihaj, csuhaj. És hát közben nem. Közben nyugi van, igen. Na, nagyon érdekes dologról beszélgettünk, ugye karácsonykor abszolút aktuális, hogy kit mivel bántottak már meg, ami nem biztos, hogy rosszul esett neki effektíve, de tud embereket érzékenyen érinteni, ha az úgymond tovább adott ajándékba futnak bele, és azért kiderült, hogy mindenki kicsit utálja, de mindenki kicsit csinálja. Tehát mindenki adott már egy ajándékbort tovább, csokit, könyvet, ha bele van írva, az kicsit kellemetlen. De ugye arról beszélgettünk, hogy idén karácsonykor sikerült néhányunknak leleplezni egy továbbadott ajándékot, és kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, hogy ki mit fedezett már fel. Hát van vicces, és van kevésbé vicces, valami azért egészen kellemetlen is egyébként, hogy mit kap az ember. Barátnőm december elején szült. Akkor mesélte, hogy feleslegesen vett szoptatós hálóinget, mert nem is kellett hordani a kórházban. Karácsonykor szoptatós hálóinget kaptam tőle. De jó, de aranyos. Tudod, ez az elfelejtett, hogy elmesélted a sztorit, majd annak adott tovább. Igen, ezt Noci küldte nekünk. Főnököm adott karácsonyra bombont, kibontottam, és az volt beleírva, Kati néninek szeretettel. Tomi, Kati néni. De tehát akkor a főnököm is már nyilván ő, lehet, hogy egy férfi a főnök, tehát már ő is kapta Kati nénitől. Igen, Kati néni a főnök felesége. Ja, és avas volt. Elegánsan az asztalra tettem, ezt Henny küldte nekünk. Én az anyósomtól kaptam sampont 2 éve, ugyanaz nem továbbadott ajándék, de az SMS-ő 15 éve vágom kopaszra a fejem. Hát attól még azért kell hajat mosni. A fejbőrápolása nagyon fontos. Igen. Pár éve karácsonyra vittünk a rokonoknak illatszercsomagot, egy héttel később a 2 bátyám ugyanabban a csomagoló papírban kapta vissza. Hát még át sem csomagoltad, de tényleg. Át kellene? Hát nem, legalább átcsomagolni, nem? Persze, ha már ugyanoda adod vissza. Jaj, hát tudom, te is ezt szereted, én is. Hát nem egyet tettünk. Orvos barátomtól kaptam ajándék italt, italózacskóban, amiben volt 20 000 forint kis borítékban. Később tisztáztuk, hogy egy betegtől kapta. És te visszaadtad a 20-ast? Hát ne haragudj már, de úgy eltettem volna. Köszönöm, doktor úr. Azért az kellemetlen, mikor a doki nem vette észre, hogy ott a 20 000 az alján. Nem? Azért az kemény. Gravírozott névjegykártyatartó, csak nem annak a neve szerepelt rajta, aki kapta. Az is kellemetlen. Barátomiknál észrevettem, hogy az étkezőből hiányzik egy kisebb, elég érdekes stílusú kép. Megkérdeztem, hogy hová tűnt, azt mondja, nem tudja. Másnap megkaptam a névnapomra. De ez hogy van? Úristen, holnap jönnek a Józsiék, Jézus, akaszd már azt a képet a falról, csomagold már be. Hogy adsz? Hogy adsz egy képet a saját faladról? Az hogy van? Hát igen, és az a jó, amikor leakasztod a falról, becsomagolod neki, és ott nálatok kapja meg. És látja, hogy a falon ott egy kísértetiesen, ugyanabban a méretben hiányzik egy folt. Valami a falról. Igen, és kiszúrja, hogy az onnan jött. Nagymamámtól kaptam egy parfümöt, ami hagyján, hogy használt volt, de még férfi is. Zsani vagyok. Nagyapád úgy szerette az illatát. Nagy irafkozott egy kicsit, továbbadta a parfümöt, azért az is érdekes, igen. Anyum könyvelőként dolgozik, egyik orvos ügyfelétől kapott egy ajándékcsomagot, miután kibontotta a kosárka alján, talált egy köszönöm doktor úr feliratú borítékot, benne 5000 forint. Nagyon jó, én ezt szeretem, ez nekem tetszik. Készpénzt adsz. Adsz csokit, adsz bort és készpénzt. Na, hát, mi kell még? 5000, 20 000. Csak forgalomban lévő legyen. És ne pedig olyan, amit te kaptál 20 évvel az. 2013-as karácsonyra a párom unokatestvérének vettünk egy szép gyertyatartót gyertyával, becsomagoltuk, szépen ráírtuk: boldog karácsonyt, Livi. Ugye milyen szép. 2014 karácsony másnapján a családi ebédnél megkaptam tőle ugyanazt, ugyanazzal a csomagolással: boldog karácsonyt, Livi felirattal. Vágtam egy pofát, de nem szóltam. Úgy csináltam, mintha nem vettem volna észre. Üdv be. Azért a szemtelen, nem? Ki se bontotta. Megserézte, nem is örült neki, és ugyanúgy visszaadta. Legalább ne annak, akitől kapta. Na jó, de pont ezt mondom, ugye, hogy erre kell figyelni marhára. Igen. Tehát föl egy kis cetlit rá, ilyen posztitet, hogy kitől kaptad és mikor, és akkor már nem fog ugyanoda visszamenni. Én múlt karácsonyi ajándékomat, amit az egyik rokonomnak adtam, egy ismerős családi polcán láttam meg most ünnepek. Beszél. Hát én azért azt imádom, csinálsz egy gyertyába egy kis kerámia hóembert, adod valakinek, és egy harmadik ember polcán találod meg, nem? Fontos tudni, hogy keramikusnak tanulok, és az egyik első kész tárgyamat adtam neki. Nagyon rosszul esett. Hát igen, mert az meg érzelmi töltet van, hogy első... Hát de akkor pont azért, mert első, most valószínűleg nem sikerült. Úgy értsük meg a rokont is, hogy azért a rokon gyorsan továbbadott rajta. Egy kerámikusnak tanuló első mű azért az még nem egy. Hosszú még az út, de a végén lesz valamit szívesen elfogadnék tőled. És milyen, amikor így ülsz az ebédnél, és így fölnézel a polcra, és ott van? Egyszer látod, kicsit oda mész, megnézed, kezedbe veszed, és rájössz, hogy ez már valakin keresztül jutott oda. Igen. A nagynéném áthívott beiglisütéskor, és azt mondta, készített csomagot nekem, megható volt. Majd elővett egy zacskó használt ruhát, mondván, ez az, és munkás ruháknak jók lesznek. Na, korrekt. Hát felhasználás. Mi most mit dobja ki? Azt, hogy készítettem neked csomagot, azért az erős. Na jól van. Oké, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Az is jó, hogy nekem kicsi doboz, szép csomagolás, benne cetli, erre futotta: boldog karácsony. A doboz kapta? erre futotta, igen. Az előbb mondtam ezt a számomra nagyon szimpatikus könyvítési akciót az egyik benzinkút hálózatnál. Itt lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, itt azért rászorulóknak gyűjtik ezeket a könyveket, tehát ott nem cserélgetünk, meg nem vesszük el, hanem olyan fiataloknak gyűjtik, akik anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy könyvet vásároljanak. És nem tudom, hogy tart-e még, de az év végéig tartott. Ez azért bánt, mert pont januárban 3 névnapot ünneplünk, és már én is rákeresem, hogy hol tudok bemenni 3 könyvre a benzinkúton. A jó szíved, érted, hogy a rászoruló fiatalok. 2 darab jegestár tudnék mellé csomagolni gyorsan, és már gyorsan pattintottam volna tovább. Kicsit fáj, hogy ez most akkor nem megy ebben a formában. Mert... Nem, Kafka az még, nem, az még nehéz. Egy erikeszne, az jó. Az jó lesz, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. 8 óra után hívjuk az illetékeseket: Dugódi matrica, E-matrica, Frodo, megyematrica, Zsákos matrica. Mindenkit ez érdekel most, sajnos. Mindenkit ez érdekel, gyerekek. A félországot már megbüntették, mert nem tudta megvenni. A másik félország még ül a gép előtt és próbálja megvenni. Az ország 1/3 el se indult inkább, mert azt mondta, hogy nem megyek sehova, inkább nem veszek matricát. Van, aki megvette a sima E-matricát SMS-ben, azt most kérdezi, hogy kiváltja a megyei matrica. Szóval valakinek van kérdése, küldje el nekünk az SMS számunkra, 8 óra után szőnyegbombázással betámadjuk majd az illetékes urakat, és megkérdezünk mindent. Jó, egy csomó olyanra nyilván nem gondolunk, ami benneteket foglalkoztat, úgyhogy szeretnénk tisztába tenni ezt a dolgot, küldjétek el SMS-ben, ha van kérdés. Pedig a megoldást tudjuk már, egyébként ez a megye határok másik oldalán a váltóautó. Összedumálsz a rokonnal, aki ott lakik, és cseréltek a felén. Én nagyon jó. Megálltok Komárom-Eszerről megye szélén, jönnek Zsófikáig Skoda Oktávjába, átültök. Így van, kulcscsere, puszi, mi van veletek, gyerekek, megvannak, jó van akkor. Kicsit macerás összehangolni. Na, szevasztok. És este jövünk. És átültük az ő autójukba, és azt viszitek tovább, vagy ők visznek tovább benneteket a megye határtól? Csak a kulcsokat adjátok át, és tétlen. Mentek át a megye határon, beültök az ő autójukba, azt mentek, ahova akartok. Ez hogy jutott eszedbe? Ez egy valós szándék volt, nem? Hát jól értem, hogy ez egy valós szándék volt. Érted, azzal is viszik el. És nem is kell, hogy rokon legyen. Egy honlapot létrehozunk, ahol a csereautó program lesz. És akkor megye határoknál. Megye határig, ott lesz egy kis parkolókja, leteszed a kocsit, ott hagyod a kulcsot, átveszed a másikat. Tök jó vagy. A világ egyik legélelmesebb nemzete vagyunk, nehogy már ezen ne tudjunk kifogni, ezen az új rendszeren. Mondjuk azért kiszállok az autóból és kapok egy... Hát Istenem, álljon, ne válogassunk. Egy-egyes Fiat Multiplát azért mondanám, hogy nem jó cseretesok. Vagy legalábbis ne törd össze. Így van, megkarcolod meg úgy még a Smart. A világ legrondább autója, Fiat Multipla. Tudod, csak az. Milyen sokan elférnek benne, hatan. Az biztos. Jó, az egy vicces kocsi, ne A Fiat Multipla, az első. Abban nem az a vicces. Abban az a vicces, hogy az 6 emberen átment a tervezési szakaszon, a kivitelezésen, tervrajzokon, és arra mindenki igen mondott. Nagyon sokat eladtak benne, nagyon jó. Akkor azt szerintem már a Fiat még akkor még jó ötletnek tűnt. Biztos szilveszterkor tervezték. Vannak dolgok, amit minden autógyár megbán, azt szerintem már a Fiat is megbánta. Az már biztos, hogy a harmadik széria jön ki belőle. A Fiat Multiplából? Igen. Aha. Kicsit neked tetszik ez az autó. Az első. Nyomd meg! Giuseppe, nyomd meg a gombot! Ez nem mehet át, nem mehet át! Atyaisten, most ez kicsit fáj neked, ez kicsit tetszik. Nekem tetszik, de nekem Jézus az első Isten. Tetszik, az volt a legcsúnyább. Az annyira csúnya, hogy az már szép. Minimális szép érzéket sincsen. De van, annyira ronda az a kocsi, az egy izgalmas autó, az végre nem tucat, érted? Nem tucat autó. Tehát az, hogy van egy ilyen lehetetlen szögben megdöntött első szélvédő, és alatta egy polcon van 2 darab gömblámpa, isteni. Nagyon érdekes. Isten. Tök jó. Ez az új otthon? Igen. Már megtört? Nem, ilyen. Gazdaságították át? Nem, ez így néz ki. Nem mondjátok, rátok tolatott egy ifa. Most viccel, nagyon jó. Nagyon jó. Morning Show. Class FM. Ked van ilyenkor, ugye kassaművész úr szokott érkezni hozzánk, de semmi baj, Tájföldön. Aki most Tájföldön van. Szegény. Igen, kinek Tájföld, kinek Hájföld. De hogy gyerekek, azért ezt nem mondjuk el a Tibinek, de hogy te most mondtad, hogy ma kedv van és szokott jönni a Tibi. Nem szép. Hogy ne nézzen tükörbe. Igen. Nem, hogy azért nekünk a Janival ez annyira nem fel se tűnt így 8 év után, amikor a szegénynek rovata van. Igen, ezt akartam. Hogy egy kérdő pillantásom nem volt, a gyerekek, nem kéne már a Tibinek itt bent ülni a szegény, kérlek, most, hogy mondod, hogy kedv van, 9 óra után. Azért tűnt fel, mert dobott neki egy SMS-t, hogy mire hiányzok. Itt vagyok, hiányzom. Dobott egy SMS-t, említs meg, rohadék, említs meg, legalább egyszer említs meg. Ismerve a Tibit egyébként tényleg megteszi. Nem, elmondom, mi a titka. Ő ugye bejön kedden, de mi onnan tudjuk, hogy kedv van és jön az ő rovata, hogy 8-kor itt lekezel mindenkivel, és 8-tól 9-ig az ajtóban áll, és teljes szájjal röhög azon, amit csinálunk, és onnan tudjuk, hogy ugye kedv van, meglátjuk 8 órakor beköszönni, eszik egy hotdogot, itt ül, és 8 órától itt zsibbaszt mindenkit. És onnan tudjuk, hogy rovata van. De most, ami drága Tibing Tájföldön tölti manókával szerény egyébként hétköznapjait, egy laza 3 hetet kiütött a decemberből és a januárból, megérdemli, sokat dolgozott. És arra gondoltunk, hogy nem hívjuk föl. Kicsit megálltál a megérdemli után, de semmi baj. Nem, tökre megérdemli, menjen, hát mindenki oda megy, ahova akar. A szilveszteri műsorában én meg is értem, hogy inkább külföldön töltött. Igen. Szépen dicsérsz. Jó, én is megnéztem azt a szilveszteri műsort, de szerintem azt már ő is megbánta. Úgyhogy azt már többen megbánták a TV2-nél szerintem. Én néztem egyébként a TV2-nek ezt a szilveszteri műsorot, és ugye elég fura volt látni azt, hogy visszaszámlálnak ugye éjfélig, és aztán pedig együtt, hogy eldúdolják a himnusznak, valaki éneket, valaki nem, de együtt meghallgatták minden esetre, és hát ott láttam, hogy ugye ott van a Tibi is, és akkor olyan picit fura volt, hogy akkor 2 héttel ezelőtt, vagy ők 2 héttel azelőtt így ezt így eljátszották? Mindig ezekkel az előre felvett műsorokkal mindig ez a problémám. Nem, a legjobb az volt, hogy a TV2-nél egy műsorvezető elmondta, hogy és már a sztárok gyülekeznek egy évféli kocintásra, és tudtam, hogy a Tibi kim van, mondom, mennyire reális, tudod? Mennyire reális egyébként, hogy mindenkit behívnak évfélkor egy kocintásra, ki a családjával, ki haknin, ki fellépésen. És valamelyik műsorvezető, talán Gombos Edina, mert volt egy aktív, mondta, hogy a sztárok már gyülekeznek a TV2 székházában egy évféli kocintásra. Az ikrek már meg is jöttek. Mondta Edina. Igen, és kicsit bemozgott. Ugyanabban az óvodába jár, én délután találkozom vele. Úgyhogy több tiszteletet Edinának. Az ikrei. Több tiszteletet az ikreknek. Délután aztán csúnyán néz majd rá. Mindigyek vagytok, mivel az RTL-en nem volt szilveszteri műsor. Láttam a nézettségi görbét, nem vagyok irigy. Ott volt, reszkesetek betörők 1, 2, 3, a 3-ért én kérek elnézést. Egyébként én tökre nem értem a TV2-t. Megmondom, hogy szakmai szempontból ez egyetlen. Tessék? Nem, te vagy az egyetlen. Nem, mindenféle bántás nélkül, nem komolyan, de ha most ezt a viaszat csinálnám... nem megy. Nem akarok gonoszkodni, hanem kimutathatóan az emberek egyébként 50 plusz alatt, ami kereskedelmileg fontos, a 18-49-ben effektíve buliznak, partin vannak, tehát, hogy ha te 20 évesen leülsz, nem tudom, műsort nézni, akkor ott vagy magányos vagy nagy baj van, és nem bírsz szilveszterezni. Tehát 50 pluszban egyébként szilveszteri műsort nyerte a Saskabari az ATV-n. Így van. Tehát képzeld el, a nézet... Ludas Mutyi az ATV-n, vagy nem tudom, maraton. Rommá vert mindenkit 50 pluszban, mert 18-49-ben viszont senki nem televíziózik. Aha. Ugye a 18-49 egy olyan célcsoport, ahol a 18 és a 49-es korosztályban. Ezt még talán mi is. De nem belőled kell kiindulni, te agyon iskolázott, hanem vannak hallgatók, akik szakmai szlengeket nem értenek. Egy jó műsorvezető elmondja, hogy a 18-49 nekünk egyértelmű, de ugye az egy korcsoport, ahol ugye mérik a nézettséget, effektíve nem tévéznek, és egy csomó pénzt elkölt a TV2 szilveszteri műsorokra, közben egyébként nagyon nézik. De ez egy szép gesztus, nem? Hogy olyanok is csinálsz műsort, akik egyébként nem néznek tévét. Az RTL ezt elengedte, nyilván a TV2-nek megvan az okai, nem kérdezem, hogy miért, csak nagyon a fiatalok, akiknek szól kereskedelmi szempontból, egyébként nem tévéznek. Az éjszakásnak itt vannak, ott vannak. Azok neked smafu? Nem, abszolút nem, fontosak, abszolút fontosak. Engem mind a mai napig felizgatnak kismama cipő, a fehér fityula. Patikus. Engem nem. Engem a gyógyszerésznők, tényleg a patikus. Hát kinek? A patikus. A gyógyszerésznők és a patikusok. Nekem. Ha lehet egyet mondani, hogy milyen jelmezt veszek a Vikinek most a születésnapjára. Az lesz mi? Fehér köpeny. Nagyon jó. Sztyúvi vonalon mentem sokáig, sztyúvi vonalon, tehát a Viki annyi, nem tudom, kék ruhát még nem kölcsönzött ki, mint amennyit nekem ki kellett az elmúlt 3 évben, de most váltunk, patikus, de nem gyógyszerész. Nem az az újévi fogadalmat, hogy az egyedüli? Hát, az is egyébként, de mellett azért jut is, marad is. De van szerepjáték is? Tessék? Hozzá, tehát ugye, Sebestyén úr, kikevertem magának egy tégely friss vazát. Nem, de amikor bemész a patikába, és ott... Hogy milyen gyorsan fogy maguknál. Csak is fehér, még az ajtó. A fehér köpenyben ott áldogálnak, hát muszáj vagyok a Vikinek venni egy ilyen fehér köpenyt. Én őszintén mondom, hogy gyerekkorom egyik meghatározó élménye, óvodáskoromban az volt, hogy... Amikor egy szőrös óvodő térdére ültetett. Amikor Dezső bácsi a fűtő leívott, és azt mondja, hogy Janikám, gyere, meghozták az új vegyes tüzelés, és megmondhatom, hogy durrantok be. Ha megfoghatom a seggedet, kirámolhatod a szént a kocsiba. Ezt nézd meg, ez se a brikettől lett fekete. Na, de nem mondd el senkinek. Igen, és hazamentél, és azt mondtad, hogy apa, Sanyi bácsi azt mondta, hogy a boldogan eszem, megkapom ezt az új cipőt itt. Mondtam is kell, hogy törötkered, de sem. Hú, ez színpor. Na, szóval, hogy minden pasinak van ilyen, nem? Amit úgy vizionál, és kinek a nővér, kinek ez, de hogy azt úgy elképzeled. Anyukám gyógyszerész volt, és nagyon sokszor abban a gyógyszertárban, ahol dolgozott, voltak nyári gyakorlaton fiatal gyógyszerész lányok. Gyömrői út, azt mondja, hogy is hívták, fonógyári óvoda, és azzal szemben, ahol mostanában egy olyan vaskereskedés van, ott volt a gyógyszertár, és én rendszeresen jártam át oda, és maradtak is fotók. Már nem úgy. Azt gondolom, hogy egészen előre haladott állapotot sikerült elérned, ha fotók is maradtak. A fiatal gyógyszerész lányokkal küldött ki mindig anyukám a játszótérre minket. Hogy amíg a gyakorlaton értem, hogy te miért eszed el a joghurtos dobozt és külön a fedét, ha 6 évesen fiatal gyógyszerész lányok sétáltattak a játszótéren, de mindent értek. Imádtam. Igen? Iszonyú aranyosak volt, iszonyú helyesek voltak. És voltál direkt rossz, hogy megbüntessenek? Volt ilyen, hogy Janika, gyere le a mászókáról, gyere le a kutyafádat, mert leszírgunk. Hát ugye a játszótérig el se jutottunk. Általában már ott, már az út szélén ledobtam magam, már letoltam a nadrágban, és büntessetek meg, nagyon rossz volt. Megint nem fogadtam, szóval táncsolodok a piroson. Janika, húzz fel a nadrágodat, és takarodj el a játszótérre, megmondalak anyádnak. Az jó, és az így beakadt? Nagyon. Hát én azóta is nagyon szeretem egyébként, az egészségügy dolgozók, tisztelt a kivételnek, tehát a műtős fiúk, nem? Igen, bocsánat, elnézést, ne haragudjatok, srácok, de hogy nekem nagyon bejön. Egy jó kacsáztatás, mi? Az. Gyerekek, igen, hát minden pasinak éljen a fejében. Már nem éljen, hanem hogy éljen. Az amúgy is ugye a hasban bent, előcsőben át. Igen, nem éljen, hanem él ilyen. Ugye? Csak hogy nehogy összekeverjük. Hál' Isten, ja nem, ez nem közlekedés, bocsánat, valaki kékkel kijelölte nekem, rászaladtam, mindjöntjük. Az Erzsébet hídnál a budai oldalon a felső rakparton 5-ös koccanás, nagy káosz van, rendőrök a helyszínen, ezt Zoli küldte nekünk. Trafia 8-as úton az Inotai erőműnél 70 km/h tábla van, mindenki figyeljen, ezt Petyka küldte, drága vagy Petyka, köszönjük szépen. És Kiskunhalason a déli városkapunál trafiznak, ezt pedig Ákos küldte el nekünk. Nem szabad elfelejteni a fotópályázatunkat, így ugye? Van egy fotópályázatunk jelenleg is fönt a honlapunkon, ugye így készültök ki ti, ez a fotóversenynek a címe, 50 000 forint készpénzt lehet vele nyerni. Plusz az ünnepek előtti, közbeni, utáni. Pontosan így van, ahogy Ferenc mondja, kap mind a három helyezett, az első, a második és a harmadik helyezett, pontosan szólva egy-egy nagyon-nagyon felturbozott morning show-s ajándékcsomagot. Bizonyám. Na, egy érdekes cikket találtunk, és szeretnénk végezni egy tudományos kísérletet. Annyira tudományos lesz, hogy el nem hiszitek. Most sejtitek. Aztán adunk a tudománynak, sejtitek. Hármunkat ismerve mennyire szokott tudományos alapossággal. Lesz. Igen, szokott alapossággal. Hihetetlen tudományos kísérletet végzünk. Most aztán kapaszkodjanak az akadémia. Most aztán oszlatjuk a MTA. Most aztán betérdeltek öreg fiúk. Mert hogy... az eBay-en meghirdettek egy érdekes dolgot, leszapogatott csoki golyókat. És 400 forintért kezdődött a hirdetés, nem is tudom, hogy ez hogy végződött. Egyébként 7 darab kicsi apró csoki golyó. Késő van már ez a témához. Nem, semmi durva. Csoki golyók, nem, ez nekem. De nem kell durvára gondolni, ez pici apró drazsék, amikről lenyalogatták. Csak álljunk meg ezen a szinten, és akkor ne gondoljuk tovább. Jó, okés. Zizi, csoki golyó, bármi. Mogyoró van a be? Mogyoró. Aha, tehát a mogyorót kicsit nyálasan föltette valaki. Igen, fölrakták ezeket a csoki golyókat. De nagy ember? És... hagyjatok már békén hülye kérdésre. Mit tudom én, ha nagy ember, aki feltette? Hát mert attól érdekes. Nyála, hát ezt tudjuk, hogy, jó. Hogy van, aki mit tudom én, Madonnának a kukájában turkál, és akkor találott mindenféle ilyen gusztustalanságokat, de azok Madonna gusztustalanságai, és ennél fogva értékesek. Ezért kérdezem, hogy a lenyalogatott nyálas zizi, vagy a csoki golyók nagy embertől származnak-e? Nagy embertől. Nagyon nagy. Nagyon nagy. Akkor jó. Nagyon nagy. A tudományos kísérlet pedig a következő. Mindenki mondhat egy értelmetlen dolgot, amit felteszünk az egyik ilyen oldalra, tök mindegy, hogy melyik oldal, nem is ennek akarunk reklámot csinálni, majd beazonosítható módon elmondjuk, megtaláljátok, hogy hova tettük, tehát nem az oldal promotálásáról van szó. És nézzük meg, hogy mi az az ár, amit egyébként még valaki kifizet érte. Ha te licitálsz, azt már ki kell fizetned? Ki kell fizetned, nem? Csak a vége van a licitnek, akkor az utolsó licitálónak ki kell fizetni. Feri elektromos fogkeféje. Full értelmetlen baromság. Mi van? Tudod, már most az is baj fogat mosog. Meg. Igen, mert egyébként egy jól néz ki, jól fekete. Mutat, csak abszolút. Mindig fura, hogy ezért a lépcsőházban mosol fogad, hogy mindenki. Mindenki lássa. Nem, azt nem adom, azt nem említettem. A legnagyobb baromság. Az elektromos fogkefe? A legnagyobb hülyesség. De miért? Mert hülyesség. De miért hülyesség? Mert nem szeretem azért. Ja, akkor ezt meg hát azért, mert egyrészt én mondom, tehát innen indulunk ettől, hogy... Béka, dobd ki a fogkefémet, majd veszek rendeset akkor. Nem jó. Nem jó. Nem. Jó, tehát akkor azt nem tesszük föl licitre. Nem, úgy nem jó, hanem a maga az elektromos fogkefe nem jó. Nem jó. De miért nem jó? Mert nem azt mondom. Szereted. Jó, ez tudományos alapossággal jó. 3 apró dolgot nézzük meg, hogy mennyire megy föl a licitünk. Végezzünk egy ilyen MT által jóváhagyott, jó. Nagyon tudományos kísérletet. 3 apró dolog, akkor... de úgy, hogy... A 2 melbibob? Mondjuk, ha snitzerre leszedhetem, én felteszem neked utána. Tehát simán. Az nagyon durva egyébként. Mi van most a zsebünkben? Van valami olyan apró, teljesen személyes... Nekem bélés. Tessék? Atyaisten. Ja, egy negyedik levő öngyújtó van. Igen? Egy zöld öngyújtó, nem kék. Nálam van egy félig használt fültisztító pálcika. Tök jó. Az enyémben egy sárga folt. Jó, de az már nekem azért, mert már inkontinencia betétet kéne betenni, csak még hiú vagy, és ezt nem ismered be. Oh. Mi az? Mit találtam az asztalomon? Egy használt teafilter. Az én teám. Nem nagy ember, de az enyém. Tehát van olyan dolog, amit mi, ha fölteszünk, valójában tényleg valaki megveszi tőlünk? Tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogyha mi felteszünk, és egy hétig követjük ezt a licitet, akkor a végén nem kamul licitálok, hanem valakinek tényleg annyira fontos az a dolog, hogy szeret bennünket annyira, hogy valójában elmondja, hogy ez a Jani fültisztító pálcikája, a Feri teafiltere, figyelj. És mit tudom én, Balázs zsebkendője, bármi. Szerintem... Tehát ne azok licitáljanak majd, akik valójában tényleg utána leütik és elviszik, hogy a legértelmetlenebb dolgot is elviszik-e emberek, mondjuk elviszik. Erre vagyunk kíváncsiak. Elviszik? El akkor, hogyha van mellé egy hitelesítő dokumentum. Hát azt írunk. Tehát, hogy ha akárki feltesz valamit, és azt állítja róla, hogy X-nek, meg Y-nek, meg Z-nek a személyes tárgyáról van szó, ami hozzájuk kötődik, akkor nyilván ezt nem hiszi el senki. De hogyha mi készítünk egy hivatalos dokumentumot, mondjuk 2 komolyan vehető tanúval, tehát például a Csabival nem, de mondjuk a Zsüllel aláíratjuk meg a Lacival, és mi is aláírjuk, hogy igen, ez a miénk, igen, ez az én teafilterem, igen, a többi tárgy az meg tőletek. De legyen olyan, ami hozzánk ér, tehát ami kicsit személyesebb, ide hallgató, hogy például Feri egy cigicsikket. Tényleg ilyen értelmetlen dologra gondolok, az jó. Tehát te benne volt a szádban, hozzád ért genetikai DNS láncolat, levehető belőle. Nagyon fontos, hogy ez aljára oda legyen nyoma, mit tudom én, Feri aranycvakos pecsétgyűrűje. Jó, az jó. A 20 éves törzsgárda miatt kap. Igen. Azt még 18 éven van. Jani, írja egy hallgató, hogy tegyük föl a fésűt. Jó, én adok egy hajszálat. Jó? Igen. Egy hajszál nem jó, az abszolút személyes, adok egy hajszálat. De abba kirieken DNS-t kinyerik, vigyázz. És mit csinálnak? Sokszorosítanak. Beállít hozzám 10 év múlva 3 hajszál. Szia, mi vagyunk? Nem. Mi a gyerekeid vagyunk, nem neveltél bennünket. Nem tudják, belerakják egy petri csészébe, meg egy táptalajba, és kitenyésztenek belőle egy fejet. És 10 év múlva odagurul a házam elé egy fej. Mint a dologban, ilyen póklábakon. Szörnyű apa voltál, nem neveltél. Nézd benni focilabda. És elkezdek focizni a saját fejemmel. Jó, én egy hajszálat adok, azt hiszem személyes. Nem? De vegyem még személyesebbre? Tehát legyen ez egy még személyesebb dolog? Mi az, amit hát a hajszálnál egy olyan szőrszál, jó, ami még egy picit személyesebb. Lejjebbről? Legyen egy marék szőrszál. Hát a fejen állok fejjebbről. Tehát ez ugye nézőpont kérdés, hogy lejjebb fejjebb. Mondjuk lejjebbről. Nem, hajszál az kultúráltam. Őrizzük meg. De egy tincs legyen. Persze, kivágok egy ilyen varkocsot. Oké, legyen egy 6 cm-es kopaszra borotvált rész a fejemen, de örülnék neki. Nem, legyen egy hajszál, az jó. Egy hajszál. Jó. Egy eredeti, hamisítatlan Balázs hajszál. Tőled mit veszünk? Valami személyeset. Eredeti hamisítatlan Jani bőrdarabot a fejemen. Nem, most, hogy látlak itt szabad szemmel, mondjuk te adod az egyik orszőrödet rá a kollégám. De várjál. De most pont rá van tekeredve a mikrofon állványra. A közeledben nem merek nyílt lángot használni, mert belobbansz. Tehát, hogy legyen az? Legyen valami, tényleg valami személyes. Nincs egy fogad, ami mozog. Tényleg. Legyen egy fog, ami mozog. Nincs valamilyen katapcserül az egyik amalgám tömésemet. Kössük rá a kilincsre, vágjuk be az ajtót, és legyen. Tehát én ilyenekre gondolok. Nincs egy régi fogad, amit őriztél? Tehát tényleg személyes legyen. Ami jó barát. Vagy egy vadhús a testemről. Én tudok hozni fogat is, mert az anyukám elrakta a tejfogaimat. Az összes megvan. Hogy legyen bizonyíték apámnak, hogy kiverte. Ezt csináltad a gyerekkel, jól jött a vállóperni. Nem, elrakta valamilyen fura perverzió, hogy elrakta az összes ilyen köldök, fog, köröm, mindene megvan. Hát, ha majd kell apádnak később. Igen, apám elvitte az ülőgarnitúrát, a tévét, meg a fogaimat. Na, valami személyes. Várjál, mi van olyan? Alsogatja. Az jó! Zokni. Alsogatja, azt szerintem jó. Most rajtad van. Ó. Az egy kamukálunk legyen. Jó, hát tök mindegy, hogy mi van ráírva. Jó, na, kitaláljuk. Tehát senki nem hiszi el, mindenki látja, hogy egy Kelvinnek hívják a srácot. Hordas sapkát. Tessék? Hordas sapkát. Most igen. Nem. Na, adod a sapkádat. De nem adom. De miért most? Mert azokat tökre ragaszkodom, azokat tökre szeretem. Hát részben igen. De hogy... Egy kevésbé szeretett sapkád nincs. De van. Na, hozd be azt. A személyes? Az jó, a személyes. Az személyes. Az abszolút. Ki sem mosta. Feltesszük egy oldalra, és megnézzük, hogy csak hogy tudjuk azt megnézni, hogy valójában elviszik-e. Mert ugye azt nem akarom, hogy elmenjen 10 millióra a licit, és utána... leütik. De utána, én nem értek ezen oldalakhoz, hogy 10 millióra elmegy a lici, de utána ne hagyd ott, hanem valaki tényleg megvegye, csak nem, hogy tudod kiszűrni, hogy valójában ne kamulicitek legyenek. Mi postázunk neki? Na jó, de ha 10 millióra fölmegy a licit, azt valakinek kell vinni, nyilván írás, hogy valaki kivigye. Tehát az oldalak szabályzata alapján neki ezt el kell vinnie. Tehát egyrészt, hogy kitiltják az oldalról, hogyha nem vásárolja, meg másrészt meg ugye ez, amikor te ott regisztrálsz, akkor a szabályzat alapján te elfogadod az abban foglaltakat. Nem értek ezeket. Írja valaki, nagyon jó, nekem tetszik, van köldökszöszöd? Köldökszöszöd? Tehát a köldöködött megjárt szösz. Nagyon ritkán. Mi nagyon ritkán? Nagyon ritkán nézel bele, vagy nagyon ritkán? Most cseréltük le a régi, hogy forgodobos hajdúmosógépünket, és azóta nincsen szösz a ruháimon. Ne csináld, de köldökszösz mindig van. Valahogy a köldök egy olyan energetikai vákum, ami kiszívja az anyagot, a pamutot, és belemegy a köldöködbe. Tehát van szőr a hasadon? Az a szősz gyűjtője a testnek. Szőr van a hasadon? Nagyon kevés. Akkor ezért nincs köldökszösz. Ugyanis tudományosan megmagyarázták, hogy a hasszőrzet miatt azon másznak föl a szöszök, és a hasszőr bemegy a köldökbe alulról. Feri, tényleg? Egyrészt mondtam már neked, hogy részegen ne gyere be adásba. Kettő, nagyon fontos, hogy azért kezeljük azt fenntartások, amit az interneten olvasunk. Tényleg ez van. Tehát légy szíves, felnőtt ember, vagy szűrd meg az információval. Felmásznak a köldökszöszök, összekacsintanak, pacsiznak és belemásznak a köldökbe. Nem kell mindent elhinni, amit ez a fura számítógéphez hasonlító. Azt írtak, hogy Balázs 50 000 példányban fogyott. Rohadjál meg, az tényleg elment 50 000-be. Jó, de 30-at te vettél meg. Az is igaz, hogy visszavásároltuk, mert bizományba ment el 50 000-ben, 4000 ment el valójában. Csak visszaküldte a tetyó után, amikor nem kellett, meg visszajött a benzinkutakról is. Oké, na te találunk neked is egy személyeset. Mindenképpen. Tegyük föl, mennyi időt adunk? Hát azt mondja, 2 hét? 1 hét? 1 hét. 1 hetet. Tegnap leszettem a fenekemről egy tignis tapaszt. Az jó lesz. Ne, őrizzük meg a méltóságunkat. Miért teszed a tapaszt a fenekedre? Meghúzódott. A feneked? Aha, igen. Mozgás közben. És az a mit sem tapaszt? Nem sem tapaszt, tigris tapaszt. Tudod, ilyen, hogy hívják, tigris ilyen tapaszt. Kis melegítette. És van puma tapaszt, tigris tapaszt, meg zebra tapaszt? Ne, hát így van, tudod, hogy tigris csíkra, tigris tapaszt. Takarja el ön is a tigris csíkot. Te is megveszel minden hülyeséget a patikában, amit rácsoznak. Tyúk szemre tyúk tapaszt, tudod. Ja, értem. De mi lenne, mondjuk időben odaérnél a budira? Nem segítene ez? Szokatlan lenne. Akkor nem lenne mindenhol barna a padló. Ne akkor indulj, amikor már nagyon kell, hanem amikor először eszedbe jut, hogy lehet, hogy jól lenne kimenni. Tehát egy bizonyos kor felett már 10 perccel előbb kell a budira elindulni, mint ahogy egyébként érdemes. Vagy ki se szabad jönni. Vagy berakunk neked oda egy mikrofonálmányt. Na. Legyen egy hét, mi a kikiáltási ára a te hajszáladnak? Még ki kell ilyet kikáltani? Igen, mennyiről indulsz? Mennyi az első licit? 1000 forint? 5000? Az 1000 az szerintem. Az 1000 az kulturális. 1000 és akkor a licit lépcsőt ezt beállítjuk. Hogy mennyivel lehet ugrani? Igen. Tehát 1000-ről induljon, és akkor 50 000-esével lehet. És honnan tudod, hogy a végén valójában elviszi ezt majd valaki? Tehát nem lesznek kamulicitek, és nem ér ez a dolog mondjuk egy héten belül mondjuk 4 millió forintot, tehát el kell, hogy vite azt mondod. Mert úgy kitiltja az oldal, mint a húzat. Oké. Jó? Na nézzük meg akkor, hogy mennyit érünk valójában. Itt írja egyiket is alkotom, hogy egy ki nem törölt jogkurtos dobozom jöhet? Vagy egy kitörölt jogkurtos dobozom? Nem személyes. Tehát szeretem, ami hozzád ért, benned volt most idézőjelesen. Tehát, hogy, jó? Tehát ott volt, hozzáértél a szádhoz. Tehát valami olyan, ami tényleg egyfajta valójában erekje, egy jogkurtos doboz. Értem, hogy te törölted ki, de akkor már személyesebb egy csapka, egy alsónadrág, egy valamilyen darab a testedről, mert az valójában te vagy. Egy jogkurtos doboz az nem. Jó? Most a kávécskád, amit ittál, azt visszaköpöd egy ilyen kis tégerbe, és az. Nem, például a kanalad. A kanalad azért tetszik, mert szádba volt, lenyaltad, lemostad, de az hozzád köthető, tehát kvázi tulajdonképpen tartalmaz belőled valamilyen kis pici elemet. Itt valaki lopja a kanalakat, és már csak 3 darab van az egész szerkesztőségnek, ha ezt eladjuk, akkor már csak 2 marad. Hozok majd újat. Jó, vagy hozd vissza azokat, amiket elhozok. Azt nem tudom, ez a zaciba van. Az már régen beadtam. Oké, feltesszük a jövő héten és megnézzük, jó? Azonnali licit. Én ezekkel gyerekek, én ezt tök hülye vagyok, én nem tudom. Azt mondod, hogy 1000 forintról indul, és mondjuk 1000 forintjával lehet emelkedni, de meg kell adni egy olyan árat, amiért te hajlandó vagy eladni. Így van, villámár, amiért te hajlandó vagy eladni. Tehát kiírod, hogy 1000 forintról indulunk, ha valaki most azt mondja, hogy 50 000, akkor ő a hajszálat. Viszont akkor nem tehetünk fel kanalat, ha a villámár. Vigyék haza. Szóval nehéz lesz még ez a 25 perc, hosszú lesz. Mi van ezzel a világára? 1000 forintról indul a licit. Oké. Meg tudjuk oldani. Holnap ezt összetesszük, és mondjuk, hogy mikor indul. Stoppolzoknit mondanak még egyébként, hogy az is egy jó ötlet. Nekem tetszik, a lábadon volt személyes, kötődik hozzád. Simán. Tehát akkor van egy csik, van egy hajszál, és van valamilyen személyes tőled. Jó? Mondjuk a többit. Kíváncsi vagyok. Tényleg komolyan kíváncsi vagyok, hogy mi az az ár, amit valójában megadnak ezért. Értünk. Hogy mennyit érünk a piacon, nem? Hát a hajszálad mennyit ér, nem téged vesznek meg. Na jó, de hogy mennyire vagy fontos, ha forintosítani kell ezt valójában. Most nyilván ez egy félkomoly kísérlet. De én most ezzel a csúnya csikkel indulok. Hát fotókat mellékelünk? Persze. Tehát amikor Balázs fejéről leműtjük azt az egy hajszálat. Óvatosan nyúlsz majd a fejemhez, azért szólok, hogy azért az a friszkó az ma is úgy van összerakva, hogy azért nagyon össze van. Nem látod rajta, de nagyon össze van. Jó. Akkor csak azt a pillanatot, amikor lenyessük, az utána jövő másfél órás zokkogást, azt már nem. Miért? Nem, én tépek egyet. Igen? Tehát húzok egyet. De hogy jön ez ide? Hát azt csinálsz a magánéleted, amit akarsz. Azt csinálsz mindenre, amit akarsz, de most hagyjuk a magánéletedet, Balázs. Nem, én rántok egyet, és kint van. Igen, hozzáérek magamhoz, rántok egyet, és kint van. Van egy ilyen pillanatnyi fájdalom, és ott van. Fáj is? Picit, igen. Jó, na jövünk akkor ezzel, jó? Mindjárt megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, és mondjuk a részleteket. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel. Ír valaki kicsit durvább dolgokat, hogy adjátok fel a betyárkörtéteket. Nem mondom el, hogy mi, de nem adjuk fel. Egyrészt illető nincs is. Morning Show. A Class FM. Keressük az önjelölt őrülteket a családban, vagy a családon belül, ugyanis hát szerintem mindenkinek van a rokonságában legalább egy olyan ember, aki ha családi összejövetel van, karácsony van, születésnap van, névnapi köszöntés, előáll egy bizonyos produkcióval, és először 50-szerre, 100-szor elmondja, megcsinálja, megteszi, elmeséli. Ugye? Hát ez minden családban van, mert hogy egy angliai asszony a családja szeme láttára lenyelt egy hátvakarót. A nő egész egyszerűen döbbenetes egyébként. Én nem tudom, hogy ő erre mikor jött rá. Vagy ő ezt már tudta magáról, hogy ő ilyen dolgokat képes. Hát hirtelen csak úgy nem ugrik be, szerintem az embernek. Vagy szerintem kis kanál, nagy kanál. Biztos vagyok benne. Ez a klasszik hátvakaró, aminek egy kéz van a végén, ilyen behajlított ujjak. Ez egy abszolút klasszik hátvakaró. Igen, mutatom a videót. A nő az egész egyszerűen zseniális. Itt írja egy hallgató, hogy kérdés, hogy mi volt a mondat, amikor megtette, hogy azt mondta, hogy na nézd, apád miért jött hozzá. Elfogyott a puncsa, beigéből sincsen már elég. A lánya szeme láttára ládásul, na most nem tudom, hát én nem vagyok azért annyira, nem is tudom micsoda, de hogy azért így a lányot szeme láttára nem biztos, hogy lenyelsz egy hátvakarót, mondjuk a lányod 10 éves, hát nem? Hát kinek mutatod meg először, csak családban, nem? És hogy tetszik a produkció, aztán irány, nagy színpad. Igen, egy nagy darab szőke hölgyet látunk ezen a videón, aki mosolyogva vagy vicsorogva, ezt nem tudjuk eldönteni, támaszkodik egy asztalra. Na most vannak, tudjátok, azok a kamu kardnyelők, akik úgy nyelik le a kardot, hogy közben a kard összemegy a szájában. Tudod, a 8-ból 8 fakír az nagyjából így nyel kardot. Hogy van egy műanyag kard, ami egyre kisebb lesz, lenyel, és hogy húzza ki, a kard újra hosszú. A legnagyobb átverés. Hát vagy csak ti nem jártok túl színvonalos előadásokra. Én már azért láttam olyat, akik egészen, de hogy nem. Hogy széles pengéjük van. Lenyelik, hát ez egy külön művészet, ezt lehet gyakorolni, persze. Indiából származik a hírek szerint, és hogy van ilyen. Én láttam már olyat. Most menőzöl itt a Lőrinci vándorcirkuszra, érted? Hát megfogtad el, ott ült egy 8-esre, megfogtad. Nézd, a részt, apa, nézd, lenyeli a kardot, fogt, és így bedugta mögé, és mi hirtelen látod a vállánál megjelenni a kardot, tehát hogy láttál komoly produkciót. Nem a vállánál, a két lapockályok között jött, és nagyon mérve. Igen. Na mindegy, de nézzétek meg ezt a nőt, mert szerintem ő igazából lenyeli. Nem követendő példa, senki nem próbálja ki, nem is azért beszélünk erről, tehát tényleg ne csináljátok. Egyszerűen csak maga a dolog érdekes, hogy jut eszébe egy nőnek, egy teljesen hétköznapi háziasszonynak otthon, hogy lenyeljen egy hátvakarót. Most mindegy is, hogy mit mond, ugye elindul a videó, nagyra nyitja a száját, papa erre ugye azért nyilván büszke, és eltűnik benne a hátvakaró. Hát a papa örül, igen, de... Aha. Tehát, és nem mellé dugja, nem maga mögé dugja, nem az a trükk van, hogy oldalról látod, és úgy tűnik, ráfekszik már. Ez nagyon jó. Ráfekszik a konyha asztalra, háttal, tehát a tarkója van a konyha asztalon, és... Na. És folyamatosan tolja magába a hátvakarót. Na ez az a pillanat, ahol lebukott. Na most aztán hát nézd már meg, hát nem egyenes a teste. Ahhoz képest így áll a test, és így tolja magába. Vagy ez egy ilyen flexibilis hátvakaró? Ez egy ilyen rugalmas hátvakaró. És közben mutogat. Figyelj! Tehát magatok elé képzeltek egy Tracy kinézetű csajt, amit Tracy nézett így ki, ugye? Vagy néz ki most vagy is, ugye régebben megszólal. Valamit ő folyamatosan mutogat, hogy mit vegyek. Hogy levegőt. Hogy fölfele, valaki húzza már fölfele. Segítsetek, húzzátok ki. És a lánya rendületlenül videózza, de valószínű, azt nézem, hogy nem először történik, mert a lány nem esik kétségbe. Tehát a nő mutogat, kalimpál, valamit próbál jelezni a lányának, a lány meg teljesen egykedvűen videózza. A lány, és akkor már a statív is mozog. Mert hogy egyébként lehet, hogy fixre van véve a kamera, és hogyha megfigyelitek, amúgy középen lehet csak látni a képnek a két széle az valamiért le van fedve. Én nem tudom, hogy ott mi történik abban a pillanatban. Álló videót csinál. Ja, ott nagypapa szöges ágyon fekszik. Igen, ott valaki térbe nyúzza. Ott valaki szöges ágyra feküdt. Tehát gyerekek, most komolyan mondom, tehát tényleg senki ne próbálja ki, ne csináljátok, fiatalok hallgatnak bennünket, ne kövessétek, jó? Tehát nem azért beszélünk róla, de komolyan elmennék egy ilyen családhoz karácsonyozni. Tehát náluk ez egy... Irigy vagyok, tehát náluk, ha ez egy szimpla kedd délután, Tehát mi van karácsonykor? Mi van egy születésnapon, ha ez egy kedd délután történt? Én konkrétan én így vagyok, náluk csak olyan volt, hogy, nézd, házi szilva, 2 deci, 1 húzóra. Érted, ebből sok. Tudod, mi van a két letakart oldalon? Azok a családtagok, akiknek nem sikerült. Ja, tényleg. Egyébként igen. Akiknek nem jött össze, igen. De elmondta a nő előtte, hogy na nézd, a pár is ezt szereti. A pár is ezért jött hozzám. Szóval nálatok volt a családban ilyen önjelölt, én nem is tudom, bohóc, kicsit bolond, őrült, aki vagy sztorizott, és mindig ugyanazt, és te etted a levest, és tudtad, hogy 26 óra jön, és azt is tudtad, hogy egy adott pillanaton jön elő azzal a történettel. Vagy produkciózott, vagy bemutatott valamit, vagy szavalni kezdett. Mindenhol van egy ilyen őrült, após, anyós, nagypapa, nagymama, szülő esetleg, nem? Nálunk a születésnapok egyik legszebb pillanata az volt. Még gyerekként, még kicsi voltál? Kicsi voltam, amikor az egyik rokon azt a dolgot szerette volna bemutatni, ezt 10 éven keresztül minden szülinapkor, az ő szülinapján meg kellett volna nézzük, akkor délután 3-kor érkezett meg az a pillanat, hogy na most figyeljetek. Unikum, kicsi pohár, feles pohár. Figyeljél, fölteszem ide az orrom végére. És már azt mondtuk, hogy nem fog megállni, fölteszem az orrom végére, meglököm az orrommal, és bekapom. Ki volt ez a szerencsés? Engedjük el. Jó, kicsit lapos volt az orra, tehát én föltette az unikumos parat, aki meglökte az orrával, és hogy az majd befordul a szájába, és ő úgy issza meg. 10 év eltelt, egyszer se sikerült, elérkezett a 11. év, amikor az volt, hogy na most figyeljél, üresen fölteszem a poharat, megállítom, öntsd tele, azt úgy fogom majd bele. Szóval, hogy Zoli bácsi, ne, tényleg ne. És 13 éven keresztül minden egyes rohadt évben ezt a trükköt próbáltuk megnézni, vagy mi néztük is, de soha egyetlen egy alkalmas. Valaki később a családtagok közül, az már úgy jött, hogy Zoli bácsi, unikus trükk, nem, azt meg kellett várni. Mindenkinek. Figyelj, fölteszem a poharat, na, meglököm az orrommal, figyelj, most sikerülni fog, gyakoroltam. És soha. És mindig 13 év, és a 10. mindig évben kellemetlenül érzed magad, tudod, hogy jön, a család felsóhajt, amikor túl van rajta, ugye? Jó, tehát, hogy nem sikerült megint. Ingen. Ezért jó, ha minden évben születik egy gyerek, mert mindig van legalább egy új réteg, akit megtalálhat, akinek ez tetszik, akit érdekelhet. De például azt értem, hogy jön rá egy ilyen nő, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát látok egy hátvakarót, nem érzek ellenáltatlan ingert, hogy lenyeljem. Vagy viszket a torkod, vagy félrenyelsz, és ég a gyomrod, és keresel valamit. Tehát, hogy jössz rá egy ilyen képességedre, hogy te a lányod előtt le tudsz nyelni egy hátvakarót. Tehát meglátod, vagy látsz egy hosszabb cipőkanalat, és azon elkezdesz kísérletezni rá, és hogy megy a cipőkanál, akkor megy a hátvakaró is? Vagy hát, hogy mit tudom, hogy jössz erre rá? Hát valamit keresett, hogy gyomrába ki akarta szedni belőle, az nem lehet, hogy mit tudom én, érted? Nézd, már csirkepörköltetett, de akár menni az ajtón, érted, ott volt a kezébe a kulcsom, de jött egy bejövő hívás, és a szájából vette a kulcsot, és elkezdte keresni a telefon. Utána lenyelte a izét, lenyelte a kulcsomot, és ott a hátvakarommal megpróbálta kihúzni. És a lányának mondta, hogy vedd föl kis lányom, ez nem követendő példa, igen. Kazi azt írta, azt mondta a nő a lányának, fiatalkoromban csináltam dolgokat, amire nem vagyok büszke. Igen, még mindig a gyomromban van. És lenyelte a hátvakarót. Nálatok valami önkéntes, valami lőrinci presszóban, valahol családi összejövetelenben? Ja, nálunk csak az szavalás, pohárevés, bármi, mindig az erőművészkedések, illetve de ez erőművészkedés, hogy valaki belenyomott a kis ágyba? Le tudok vele googolni, és fel tudok vele állni, és nem mindig sikerült vele felállni. Tehát egy ez volt a jó. Tudod, hogy így rakja még rá, fel tudok vele állni, és akkor egy balra el. De ez nyomorult, de ez annyira nyomorult. Egy szórakoztató persze, de hogy közben... Az volt, csak olyankor volt gáz, amikor szegény anyámat is belekeverte a pár. Na, ülj föl a hátamra! Nem, hogy úgy alázta meg a haverét, és azt mondta, hogy ezt meg itt is megcsinálja. És jönni kellett a nyugádnak megcsinálni? Igen. És felpakolták, de... Rápakoltak édesanyjadra a súlyokat, és fel kellett felállni. De mit tettek rá, egy rudat, egy fekvegyomó rudat? Hát egy rendes, hogy egy gungoló rudat, egy kétkezes súly rudat. És felrakott rá 50 kilót apám, és anyám legnyugolt, és felállt vele. És simán. Neked a nappali közepén anyádat googoltatták egy ízés súlyzó ruddal, nem áll. És az volt a ciki, hogy a kocsikísérő haveré nem tudták megcsinálni. És anyám meguggolt a szemfölmet, és főzött tovább. De úgy körülbelül semmibe, egy másába guggolt bele, vagy egy 80-ba? Egy 50-esbe beleguggolt? Simán. Mama azért az... Beleguggolt, fölment, aztán kavargatta tovább a rántást. És te közben ott tologattad a kis lepkédet, és gondoltad, hogy a családod ilyen? Apám úgy tudott alázni, hogy senki. És eljött az a pillanat, hogy most Janika, te mutasd meg. Jó, annyira gyenge, még az Ica is megcsinálja. Itt, gyere már le. Simán megcsináltatta vele. Körülbelül egyébként ez egy fiatalok voltak bohémok. De nem elképzelték, én akkor mindig téged látlak gyerekként. Tehát ez ilyen történet, ha valaki elmesél, mindig a gyerekre gondolok, hogy ő vajon mire gondolt, hogy ült a kis Janika, a kis mit tudom, cumiával, mire ott állt a gumiszandálban, rövid nadrágban, és majszolgattam egy nagy lekváros kenyeret, és tök büszke voltam anyám. Igen, egyébként megvan a kép. Kis fehér zokni, szandár rajta, a kis kék Adidas, vagy ilyen kis rövid, nejló rövid nadrág, egy fehér póló, amit lehettél, és egy óriási sercli. És volt rajta, hogy ő az én muterom, ő az én muterom. Egy jelvény, Magyar Vöröskereszt, meg alatt egy fővárosi gyógyszertári központ. Ilyenek voltak ott, meg másik oldalon pedig egy kiváló dolgozó csillag. Igen. Tehát a mamának a referencia videója nem rossz. Tehát ha esetleg elválnak és felkerül egy randi oldalra, nem azért azt gondolom, hogy ez a fajta videó ezzel azért így pillanatok alatt. Hát mennyi tűnt el benne? Jellemzés. Egy méter. 49 éves, szeretek főzni, és egy videót be. és linkelsz egy videót, és abszolút meg vagy. Mariana árok, jeligére várunk. Igen. Na, nézzük a hallgatóinkat. Ugye azt kértük tőletek, drága Morning Show hallgatók, hogy írjatok nekünk olyan családtagokat, akik szeretnek szerepelni, és különböző kúsztokat csinálnak különböző összejöveteleken, legyen szó tényleg szülőnapról, karácsonykor, bármikor, amikor kettőnél többen vagytok, úgy érzik, hogy elő kell állni azzal a trükkel, amit még nem csináltak meg, vagy már 100-szor megcsinálták. Nálunk a nagybátyám játszik minden lagzin légzongorán. Légzongorán. Hát jó gyakorlatilag... pár pálinka után. Ez magáról nem tud. Ez a léggitárnak a komoly zenei megfelelője, ugye? Van a légzongora. Nem, valószínűleg játszik a zenekar. Játsza ugye a kis mulatos dalokat, és utána tolja. Igen. Aposom üvegpuhá, üvegpohár, hamutál, váza. Figyeld. Minden összejövetelen. Ami a kezébe kerül, azt megeszik. Nem, én láttam ilyen talpon üvegpoharra tenni embert. Tehát az a típusú ember, aki megvárja, amíg sokan vannak, fejével összetöri az üvegpoharat, kér egy szalvétát a kezébe, tör egyet a fejével, kicsit megvágja a fejét, kicsit vérzik a fejével, hogy Sanyi, itt már mindenki ráfér, Sanyi ne csinál, Sanyi hagyd abba, megint el meg a porra. Ha finom, ez nincsenek baja. És a vékony talpas poharat, tudod, amiben mit tudom, üdítőt töltenek, az a kicsi vékony, az jó ízűen elfogyasztja. 1 méterről láttam, nem hittem el. És nem pedig hittem el, hogy erre emberképes. Nem, és nem tudom, hogy mondta, hogy aranyom, adjon már valamit, vele tudom folytani, és akkor kapott, mit tudom én, nem tudom. Egy fél pálinkát, meg egy házmesterfröccsöt, és kész. Mert azt mondják, és minden összejövetelen meg tudod emészteni, de Sanyi megevett egy üvegporrat. A szádat, azt simán el tudod vele vágni. Persze, és ebben benne van az, hogy kicsit a kezed, kicsit a szád, tehát az egész valahol egyébként nagyon nyomorult, hogy te ezt végignézed. És tudják, hogy Sanyi elérte azt a maligán fokat, ahol megeszik egy porrat. És már szóltak neki, hogy Sanyi, ma ne. Tehát, és szólt a presszós lány, a kislány, hogy fogynak az üvegporrat. Legyen szíves, ne egyen meg ma megint egy porrat. Mondta, Sanyi készülsz berúgni, ne meg. És megeszi. Megeszi. Ez a Bölcső utcában van egy nagyon kis kedves presszó, látogatok meg, nagyon tanulságos hely egyébként. A 11. kerületben, hát ott szép dolgok történnek. De mondjuk mokkásporrat evett már? Nem, mindig csak ezeket a régi, tudod, vékonyfalú talpas, a legklasszikusabb, és a talpat sose ettem meg, mert az egy kicsit mindig vastagabb volt. De csak a szárát meghagyta, mi? Megmaradt a szára, igen. De érek többen is, apám minden lagziban megeszik egy üvegporrat. Tehát ez nem egy egyéni produkció, ezt azért így sokan csinálják. De hogy nem jó húsleves, és akkor áttérsz rá, vagy hogy? Eszedbe jutna porra tenni. Apámnak mindent... Apámnak minden karácsonykor meg kell húzni az ujját. Azért ez is nyomorult. Jaj, minden karácsonykor meg kell húzni az ujját. Na és mi jön belőle? Hát mit mondjak, rohadt nagy mutatvány. Ja. Már unokái vannak, most velük produkáltatja magát. Becsülöm, hogy kitartó az öreg. Tudod, amikor a gyerekek unják, akkor a 6 éves Pistike még örömmel húzza meg. Hát ha meg is gyújtják, akkor izgalmas. Izgalmasabb. Lopakodok a nagypapa mögé egy öngyújtóval, igen. Az apusom pártitkár volt, már 25 éve nyugdíjas, de minden családi összejövetelen mond beszédet, amely így kezdődik. Kedves elvtársak és elvtársnők. Az aranyos. Ezt Edi küldte nekünk. Nagyapám mindig elmesélte, hogy dugta vissza a babát az anyjába, illetve az anyába, amikor mentős volt, hogy a kórházba szülesse meg, ne a mentőbe. Ezt minden összejövetelen elmesélte. Zaporozsec írta nekünk. Az 5-szörre már ezt a sztorit is unod, nem? Hát én nem unnám. Azért ez elég izgalmasan hangzik. Apukám minden családi összejövetelen előadja a japán számolási tudását, pedig nem is tud japánul. És ez mindig ugyanúgy kezdődik. Na? Tudjátok is, hogy van a 10 japánul? és minden évben ugyanígy megy a sztori, fogadjunk. Hát tudjátok, hogy számolnak a japók, na mondom. Figyeljél! Ichini, Szarashi, Gokuruku, Csokoruru. Hát mondjuk, ha így mondja, az tényleg nagyon kellemetlen, de valószínűleg nagyjából így mondja. Igen, igen, igen. Na, írjátok meg nekünk még SMS-ben, jó? Hogy hol vannak önkéntes szereplők a családban, mit csinálnak, mi a produkció, és mióta fárasztanak benneteket, jó? Ez itt a Morning Show a Class FM-en. A Class FM-en. 3-9 lesz pontosan 5 perc. Múlva jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hát vannak elképesztő történetek, ugye az önjelölt szereplőkről családon belül. Ugye hírek előtt arról beszélgettünk, hogy egy angliai nő, nem tudjuk igazából az okot, se az érveket, nem ismerjük semmit. Megmutatta a lányának, hogy kell lenyelni egy hátvakarót. Ezt tényleg senki ne próbálja ki otthon. És a kislány lelkesen videózza. Nem tudjuk, hogy mennyire kislány, de levideózta az anyját. Ezért elég szürreális lehet, hogy anyádat látott fetrengeni az étkezőasztalon, miközben éppen próbál lenyelni egy hátvakarót. Tehát ez már ez legalább annyira durva, mint amit te elmondtál, Jani, az a sztori, hogy apát belegugolt. Hát nagyon kemény. De hogy a gyerekként miket kell átélni, ugye, hogy a szülők meg a szülők baráti köre azért milyen érdekes produkciókat tud csinálni. Én nagyon örülnek egyébként, hogy ilyen családi kémit tudnak a televízióban, ahol így összejönnének ezek az arcok, és mindenki megmutatná. Zseniális lenne, egy ilyen civil kémit tud. De tényleg, csak a rossz, csak a bénát, hogy ők miben jó. Ha valaki szeretné, ha tovább jutna Szabó bácsi, akkor szavazzon. Igen. Na, van egy hallgatónk, itt van a vonalban. Halló, jó reggelt! Sziasztok, hello, Rita vagyok. Hello, Rita. Na, nálatok ki az önjelölt mókamester, aki minden egyes összejövetelen mókázik? A papa. Papa? Kizárólag a papa, igen. A papa az nagypapát vagy apukát jelent jelen esetben? Nekem apuka, fiúnak a papa, és ő nagyon szeret karatézni, mikor kicsit tízes. Jaj, már jó hangzik. Vagy hát tanítani a fiúkat. Nem tud. Nem tud, hogy fújtemát valamikor, de karatézni azt nem tud. Aha. Sok ilyen típusú filmet nézett már meg, Chuck Norris és társaim. Ja, hogy a papa egy ilyen önjelölt karatemester, soha egyetlen edzése nem volt lent, de úgy érzi, hogy mindent tud. Na, és mit csinál, vagy mivel fáradt benneteken? Csak a picikegy picces, akkor odahívja a fiaimat, és akkor hányzsibá. És akkor a fiúknak be kell állni, és tanítja őket karatézni. Atya Isten, és szegény srácok mit szólnak ez, hogy csinálják lelkesen? Hát egy darabig csinálták, és már mondták, hogy most már mondják, hogy papa, menj aludni. Aha, tehát a gyerekek finoman menekülnek tőle. Igen, de most már van utánpótlás, van egy pici unoka is, úgyhogy ő még ezek előtte van. Igen, az a baj az ilyen önjelölt embereknél, hogy mindig felbukkan egy fiatal, akinek ez új, és akinél ők úgy érezhetik, hogy ezt be lehet dobni. Igen. Mert hogy még nem látta, ugye? És meg tudja mutatni. Már várom ezt a pillanatot, de most szobatod iszovágás lesz, úgyhogy... Biztos, hogy lesz megint, folytatódik a Karate Akadémia 8. Figyelj, és ti már mondtátok neki, hogy ne csináld papa, vagy ez kellemetlen, vagy hagyd a srácokat, ők ezt unják, nem akarnak karatézni. Nem, azért aranyos. Jót tudunk rajta derülni. Aha, tehát finoman nem mondtátok neki, hogy ezt ne csinálják. Nem. Uh-huh. Amikor a férjed először látta ezt a produkciót, mert ugye te nyilván gyerekkorod óta kapod ugyanezt, hogy na akkor kislányom hajime, amikor a férjedet először bemutattad, és az első ilyen ünnepen a papa mondta, hogy na, akkor most ezt megmutatom, mit szólt hozzá? A férjem szerencsére simólas a családunkba, tehát ő se teljesen normális. Ja, úgy könnyű. Ő balettozik. Nem balettozik, hárfázik. De minden karácsonykor. Az nagyon szép. Igen. Oké, köszi, hogy elmondtad, Rita. Csáó, szép napot neked. Hello. Szép napot, hello. Itt van velünk Laca. Hello, Laca, jó reggelt. Csáó, sziasztok. Hello. Na, neked is van egy barátod, akinek van egy nagypapája. Ja, igen, Szegeden érdegélnek, és kitalálta az öreg, hogy készülget a halálra, de kicsit viccesen, és ő 80 után fabrikált magának egy koporsót. De fabrikált magának ilyen fenyődeszkákból egy ilyen koporsót, de hogy egész jó, én láttam képet róla, és a szüli napján mindig egy olyan délután körül, mikor érkezik a vendégsereg, unokák, mi egymás, akkor ezt kikészíti a nappaliba, felcipeli. Felhozza a nappaliba, tehát valahol tárolja, és oda viszi a nappaliba. Ja, tető az nincs rajta, tehát lehet látni, és halálosan komolyan eljátsza az öreg, hogy milyen lehet majd akkor, ha ott állnak az emberek, és most azt is kitalálta, van egy unoka, akit a fia rávet, hogy ha már virágot visznek, dobják is rá, és most kitalálta, hogy A boldog szülinap helyett, esetleg mehetne ez a temetési valami, így rátuningolva erre is. Figyelj, és abszolút, tehát egészséges, lehet vele beszélgetni, elmondja, persze, hogy miért csinálja, igen? Ne, ő csak azért, hogy szokja. Aha. Hát ez szenzációs. És hogy kell elképzelni, hogy ti megérkeztek, vagy a barátod, amikor megérkezik a családi összejövetele, papa már ott fekszik, vagy belemászik mindenki szeme láttára, és megmutatja, hogy majd milyen lesz, amikor ő... Nem, ő úgy szokta csinálni, úgy szereti, ő már előkészülve várja úgy abba a pozícióba többieket. Nagyon jó. És igazából nem is lehet tudni, hogy valóban megtörtént a szomorú eset, vagy pedig... De várj, azt képzeld el, hogy te mondjuk egy lány vagy, egy olyan csaj, aki elkezd járni azzal a sráccal, akinek ugye az apukája vagy a nagypapája, és megérkezett teljesen ártatlan, hogy ilyen családi rendezés, és azt látod, hogy egy nagypapa fekszik egy koporsóba a nagy szoba közepén. Hadd mutassam be a nagypapámat. Apukáj már fölögyezés. Nem hiszem. Tehát inkább azt mehet, hogy maradj csődben, semmit nem mondjál, csak tedd rá a virágot. És tényleg rá kellett dobni a virágot is, amikor mentetek, vagy amikor ők mentek? Az egyik is csávó rádobta, de én azt javasoltam olyanéknak, hogy lehet, hogy meg kéne viccelni az öreget, én ott előtte játszanék el egy szívinfarktus, mintha éhalnék meg, és arra mit reagál majd a koporsóból az öreg. Felküldj be, fiam, helyettem. Igen, egy gyors csere. És mit mondt, hogy miért csinálja valóban azért, amit mondtál, hogy ő felkészül erre, vagy ő így próbál ezt erre rákészülni, vagy oldani nyilván a szorongását, és humorizál, ugye? Szerintem humorosan ez nyilván valami kis hóbort a részéről, de nem elmebeteg, tehát képben van az öreg. Hol tartja a koporsót? Lent a pincé. És ez egyedül fölviszi a lakásba? Nem nehéz, nem egy nagyon komoly robosztus dologra kell gondolni, de az alakja lekente, leszínezte, tehát szép igazából. Atyaisten, hát ez... De ez tök jó, mert valahogy előkészíti a családot, és aztán nem lesz akkor a dráma, amikor sajnos bekövetkezik, mert előbb-utóbb ugye befog mégis. De ez nagy arc. Szerintem az is vicces lesz. Ez nagy arcra val. Figyelj, és te voltál ott, láttad, vagy ez csak fotón sikerült, vagy te részt vettél egy ilyenen, és ott voltál tényleg? Nem volt szerencsém teljesen látni, csak mesélték a barátok, meg egy fotót kaptam telefonon keresztül, hogy ez tényleg igaz. Hogy ott fekszik. Nagyon jó fej. Aha, és föl is öltözik? Tehát szépen öltönybe öltözik, vagy csak így a melegítőbe beúrik a koposa, vagy megadja a módját, és fölöltözik rendesen. Én úgy láttam, hogy öltönyben van, de ő amúgy is abba szokott részt venni. Esetleg el lehet menni úgy, hogy mindenki menjen feketébe mondjuk a születésnapjára, ha már... Aha. Papa nagyon kemény, a születésnapján befekszik egy koporsóba. Azért ez kemény. Hát ehhez képest igen, Laca, gondolom nálatok normálisan zajlik egy születésnap, tehát ez nagyon überelni nem lehet. Nem, általában nekem. Nyilván ez egy család is kell, aki ezt így végig asszisztálja, de nálunk nincsenek ilyen... Tényleg senki nem volt, aki az öregnek azt mondja, hogy papa nem áll. De szerintem egy idő után már az, hogy papa másszom, papa másszom, ki legyen szíves, hogy papa másszál már ki a koporsóba. Hatodszorra már nem lepődsz meg, nem? Ha mondod, hogy papa, gyere már ki a koporsóba, léci, újak még a vendégek. Hát. Vagy lehet, hogy rá kéne gyártani egy hozzávaló tetőt, és gyorsan rászögelni, amikor befekszik. Hát ennyi év után már lehet, hogy azon csodálkoznának, hogyha nem lenne koporsó, mi történt, papa beteg? Egyébként igen. Hát ez szenzációs történet. Laca, köszi, hogy elmondtad nekünk, vigyázz magadra, ciao. Szép napot, ciao. Hello. Hát én őt imádom. Hát nagyon morbid, de nagyon, nagyon szeretem. Nagyon szórakoztató. Nagy családi összejövetelekkor tata feláll, most nem tudom, mit jelent, hogy tata, tehát nagypapa vagy papa, felállt, és mindenki szeme láttára elkezdi szürcsölni a tepsiből az oldalzsírt. Az oldalzsírt. Azt mondja mindig, hogy azért iszik bele, mert azt hiszi, hogy tea. Nyilván azt szereti. Hát na. Én az ilyen összejöveteleket imádom. Tehát én azt hittem, az én családom elég valók 24-én, de azért ez szenzációs. Papa, tegye le a tepsi. Na mindegy, hadd igyál most. És papa szürköli az oldalzsírt a tepsiből. Ez szenzációs, nagyon jó. Nagypapámat látogatva mindig öcsémmel meg kellett hallgatnia, hogy szintetizátorozik, pedig nem tudott. A billentyűk sorrendje fel volt írva. Nagymama mindig kényszerített, hogy tapsoljunk. Milyen frusztrált gyerekkor. Tapsátok, nem? Ülsz az öcséddel és nézd. Tapsátok, mert akkor nekem hónap megint hallgatni kell, hogy gyakorol. Úristen! Nagymamám évekig néptáncolt, minden összejövetelen előadott valami. Ahogy idősödött, már anyámnak kellett, később nekem. A gáz most, hogy a fiammal produkáltatja magát. Már kitagadta az örökségből, ezt Évi küldte nekünk. Atyaisten, milyen SMS-ek. Úristen. Nagybátyám nyugodjon békében, Bérház 3. emelet, este 11 után. Ő építette a templomi orgonát, a saját maga által épített templomi orgonán 2 liter bor után nekiállt klasszikusokat játszani. Lebeszélni nem lehetett, a szemközti házban is hallották, szomszéd másnap kérdezte, még nem sikerült eladni? Atyaisten, nagyon jó SMS-ek vannak egyébként. Nagybátyám minden családi összejövetelen Bruce Lee-nak képzeli magát, és mindig vagy létrán akar átugrani, vagy... Mindenkit magára hív, ez a jó nuba. Mindenkit magára hív. Magára hív. Mondván... fiatal korában 20 emberrel verekedett, és Bruce Lee hangok jönnek ki belőle. De ez a küzdősport, ez miért ilyen központi? Olyan hangot ad, mint amikor a macskák bagzanak. Azért az megvan, amikor azt mondja, jó, igen, és most mindenki. Családi összejövetelen állsz egy kis virággal, egy kis borral, nem tudom, öltönyben, és egyszer csak valaki meg... Na, gyere, gyere, alá, mozogjál, hello, próbálj meg, hopp, hopp. És akkor ilyenkor egyetűt... Figyelj, hát én ilyen lányra randiztam volna 20 éves koromban, figyelj, elveszlek. Úr, a családoddal együtt, gyere. Igen. Hát én ezt imádnám azért. Én nagypapa 70-es, neki áll Bruce Lee-zni, nem mondd, hogy nem minden jó család. Csinálja? Igen? Jó, oké. Okay. Hozzád megyek. Elveszlek. Feleség. Akarom. Magára hívja. Figyelj, vannak még durák. Apósom minden összejövetelen előadja, hogy hogy vitték el a fogait az ufók. Ő a mi emberünk. Hát én ezt imádom. Hát gyerekek, nagyon beteg események vannak. Kamilla. Nagyon fura. Azért, amikor 6-szor meghallgatod, hogy... Én úgy tudtam, hogy a Patakinak fia van. Igen. Atya, úristen. Apám nem professzor, és nem is doki, de minden családi összejövetelen specialistaként tud 20-25 percet mesélni az aranyeréről. Ja. Majd 25 perc után szigorúan tanácsot ad. Tehát 25 percig mesél, na, utána tanácsot ad, hogy mi történik. Kérdés? Anyukám minden családi összejövetelkor, ezt, lehet, hogy már ezt olvastuk, már nem most egy korábbi adásban, az SMS ismerős, anyukám minden családi összejövetelkor bizonyos mennyiségi ütal után anyukám elkezd szkanderezni. Természetesen férfiakkal, míg el nem tört a könyöke. Igen, mert ideig hagyod magad, de azért elég, már puff. Gyerekek, mindig a gyerekek helyzetébe gondoljunk bele, tehát amikor a részeg anyádat látod szkanderozni a konyhapulton, szerintem azért ott van. Azért az egy komoly sok a gyereknek, nem? És gondolom, jöhetett a májerkedés mellé, és utána valamelyik férfi megunta. Hát jó, akkor bele. Igen, nem tudom, hogy igaz az SMS morbid, de nagyon kemény. Kolléganő mesélte, hogy a keresztapja úgy halt meg egy közös családi vacsorán, hogy megmutatta büszkén az egész családnak, hogy kell egészben lecsúsztatni egy palacsinát. Nem sikerült, papa. De ez többször ment már neki. Ezt elviszem. Ja. De hogy fölemelj? Nézzétek. Kiakasztod a gigádat, és így csúsztatod. És lenyedet. És egy ideig azt hiszed, hogy minden rendben. Jézusom, a könnyen folyik, szegény. Választatok, durós, mákos, diós. Milyen legyen? Agy, és nem folyik a könnyen. Hát ezek elképesztő SMS-ek. Figyelj. Nálunk minden családi rendezvényen keresztapám a 6 rugós expandert húzza ki. Ezzel dicsekszik. Egyszer összekapta az összeszőrt a mellén. Azóta leállt róla. Azért az megvan, hogy papa egy kis klótgatyába, egy kis fehér kis atlétában megérkezik a 6 rugós expanderre, te ott eszed a grill csirkét, éppen finoman, nem tudom. Vagy csak lóg a nyakába, és jön be, nagyon magabiztosra. Megy még. És a 6 rugós expander neki áll keménykedni. 3 rugót se húzol ki soha büdös életben. 6 rugós, az nagyon kemény. Atya úristen. Nem tudom, olvassak még. Én ezt az ufós fogasat, azt megkérdezném, hogy az hogy? Nem? A bácsi. Hogy ellopták. Hát valahol elfeküdt. Fölhívod? Anna, itt van. És itt az Anna. Másnap nem volt a szájába a foga. Valahogy meg kellett magyarázni. Az óriási lehet. Hogy mondja el? Hát ez, hogy? Hogy mit mond, ugye? Igen, hogy hova vitték? Igen, hogy a ufók elvitték a fogamat, de hogy mikor és hogyan? Milyen esemény alkalmával? Most valójában elhiszi egyébként? Szerintem igen. Engem most ez a palacsintás sztori fogott meg. Melyikre vagy ráizgulva a mákosra? Mert ott, tudod, amikor már megindul lefele, akkor ott már sok mindent nem lehet csinálni. Ott már úszol az ára. Papa, ez nem sikerült. Igen. Ha én nem ostyát akarok enni, jó vastag legyen az a tészta. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Jaj, de rendes, hogy szólni. Jó, hát 10-ig ráérünk. Kemény, a palacsintás kemény. Tehát az... Tessék, Lászlói Kamilla vagyok. Kamilla, hello, Balázs Morning Show, szia, nem rosszkor? Szia, nem. Hello, figyelj, te csak a történeted így megfogod bennünket, nagyon sok jó történet jön. Ez valódi ez a történet, hogy apósod minden összejövetelen előadja, hogy az ufók elvitték a fogait? Hát ez valódi sajnos, igen. Volt egy kellemetlen szituáció is, mert ezt előadta esküvőn vacsora közben is, és ott voltak olyan családtagok, ami nem közvetlen családtagok, illetve még először találkoztunk velük, és így vacsora közben így mutatta is, hogy melyik fogát, illetve a helyét, a fogának a helyét mutatta, és így pont vacsora közben elég kellemetlen volt. És mi a történet? Akkor legalább halljuk, hogy vitték el éjszaka? Vagy mit mond? Nappal? Vagy mikor történt? Éjszaka álmába, igen, és mire ő felébredt, már a fogai nem voltak a helyén. És ezt minden összejövetelkor elmeséli? Hát igen, már kicsit unjuk, de hát azért meghallgatjuk, és egyre hosszabb és egyre részletesebb a sztori, gondolom, ugye? Igen, és mindig mutatja, tehát ez a lényeg, hogy ezt mutatja is. Tehát papa nem is pótolta? Tehát azóta ott akkor van egy kicsi ilyen 6 perces kis szünet ott a fogsorban? Tehát hogy úgy értem, hogy látjátok a nyomokat, vagy már pótolta, csak oda mutat, hogy ez itt hiányzott? Pótolta, most pont nem olyan régen, de tehát mindig mutatja, hogy lássuk, hogy melyiket, tehát részletesen elmondja. És amikor megpróbáltuk meggyőzni, hogy papa, hát nem biztos, hogy ufók voltak, meg talán lehet, hogy kiesett, vagy történt valami, akkor mit mond? Hát rá szoktuk hagyni. Inkább ráhagyják. Persze, mindig ráhagyjuk, és akkor előbb befejezik. És mit mond, hogy miért vitték el az ufókat pont az ő fogát? Tehát tudományos kísérletezés? Vagy csak szuvenír a földről? Hát ezt így nem mondja, végül is azt nem tudja, de szerintem inkább én kísérletezésre. Igen, valószínűleg egy összeesküvés. Az jó kis szitu lehet, amikor így újdonsült tag, vagy még így egy családban, vagy vendég, vagy valaki elhívott csak, és egy kedves idős embernek az ínyét nézegeted, és oda szól időnként, látom, te nem hiszed, gyere már, nézd ide közelben, itt ez volt. Igen. Kamilla, köszi, hogy elmondtad, bocsánat, hogy rátörtünk, hello. Köszi, ciao. Hello. Egy-két utolsó SMS. Apám egy szint után a köcsögduda hangját utánozta háttal állva egy szekrényajtónál, vagy szobajtónál, ujjait az ajtóra feszítve, ütemre rogyasztó térdekkel. Mozgása, mint a pelusos babáké. Ők szoktak így táncolni. Na jó, oké, köszönjük szépen az SMS-eket, hát sok iridlése méltó család van azért, ahol vagy szívesen elmennénk egy születésnapot megünnepelni. Szenzációs SMS-ek jöttek. Családi kimitút kell, egyértelmű. Egyébként tényleg meg kéne csinálni. Igen, nevezd be apádat, apósodat, anyósodat, igen. Témaváltás jön. Várj, akkor picit fejben álljunk át. Jó, és nekem kell egy 5 másodperc, amíg egy másik téma. Figyelj. 5, 4, 2, kész. Tessék. Meg vagy? Legyen mindig ez a témaváltás? Jó, legyen mostantól ez a témaváltás, jó? Jó. Üljünk át egy másik lóra. Így van. Gyerekek, témaváltás jön. Igen, érdeklődve figyelünk. Láttátok az ufós, a 2015 első ufós videóját? Te király, Feri, vigyünk egy kávét, mondta Jani, és kiment a stúdióból. Na, hát az állatok leesik. Azt tuti, mint az eddigi összes híred. A hajatok, nem? A hajat kihullik, Feri. Nem láttátok? Nem. A mi állatunk leesik. Csak a Feri állata esik le. Aha, gyerekek, érdekes. Érdekes ez a felvétel, és figyelmetekbe ajánlanám, drága vezéreim, szőreim, nagyuraim, ha benneteket nem zavar a következő néhány percecske csekélyes életetekből. Már látom. Dél-Kaliforniában készült ez a felvétel, feltesszük a Facebookra, és... Ne hamarkodd el, várjuk meg a végét, beszéljünk róla, előbb majd utána, jó? Utána döntsük el, hogy valóban fel tudjuk-e tenni. A videó nagyon érdekes, hogy Ken Roberts nevű férfi töltötte fel a különös anyagot, egyébként fent van a YouTube-on, pillanatok alatt 500 000-an megnézték. És... állítása szerint, hogy munkából tartott hazafelé, amikor erre a meglehetősen bizarr égi jelenségre felfigyelt, és hát lefilmezte a látottakat. Meteor nem lehet, ahhoz képest nagyon lassú. Ugye mit látunk? Elindítom nektek a videót, és próbálunk közben közvetíteni. Azt látjuk, hogy nagyon lassan az égen egy ilyen tűzgömbszerű valami halad. Ugye? Tényleg. Baromi lassú, olyan, amikor a meteor bejön a légkörbe, elkezd elégni, egy ilyen üstökösszerű csóvát húz maga után, és aztán szépen ugye felrobban a légkörben, vagy ha nem tud felrobbanni, akkor becsapódik. Na most ez így megy, és a 17. másodpercnél történik valami nagyon érdekes dolog, várjatok, kirakom nagyba. Nem, lemerül a kamera. Nem. Figyeld, 14-15. Eltalálja a villanyoszlop. Úgy néz ki, mintha neki menni a villanyoszlopnak. A következőnél pedig ezt látjuk. Aha. Az anyja, katapultát az UFO belül. Katapultát! Te oda néz, megy tovább a nagy csík, azt egy kis gömb kimegy. Igen. Ugye az történik, hogy megy tovább ez a kis valamilyen égőtárnak látszó valami, ami csóvát húz, és ez a 17. másodpercre valami kilő belőle. Hát én is mindjárt magam alá töltök valami különleges anyagot. Kilősz belőle. Tudtam, hogy szeretni fogjátok. Nem tudják megmagyarázni. Azt mondják, hogy egyébként megvizsgálták a videót, valószínű, hogy nem hamisítvány, de nincs rá egyértelmű magyarázat, hogy mi az, ami ilyenkor kilő. Megnéztek különböző robbanásos videókat, amikor ugye a meteor így felrobban, és akkor a különböző szikrák, kődarabok azok így kilőnek, de hogy totálisan az ellenkező irányba indul el, nagyon gyorsan, és olyan, mintha valami kilőne ebből az égő tűzgömbből. Az nem lehet, hogy csak ide járnak üríteni a budiukat? Az űrhajó budiát, érted? A csillagközi utazások alatt csak összehoznak egy nagyobb csomagot. De jó, de nem jó, mert ha ez az igazság, hogy ide járnak budit üríteni, akkor léteznek, érted? Tehát szemen köpöd önmagad megint. Figyelj, most nem jó. Én bevallom őszintén, hogy az esetek 65%-ában azok a videók, amiket hoz Balázs, nem győznek meg annyira, meg nem annyira izgalmasak. De ez most jól néz ki. Ez szerintem most mutatós, ez most vagány. Tetszetős? Igen. Na most az, hogy a három perces videóból miért csak 20 másodpercet mutatsz meg, nyilvánvaló a többiben leplezik le az egész. Nem, semmi nincs, utána megy, és veszik, nem, hogy mennyire lassan megy. Ott a kilövés, nézd meg. Paha. És valami ástartól. Érdekes. Tök és kilő, és ellenkező irányba megy, ráadásul ugye... Mi van? És hisz, hogy zavarba van szegény, mert nincs akkor a nagy látószög nála, hogy most melyiket kövesse, és ezért egy kis zavar mutatkozik be. Érdekes, én imádom az ilyen videókat, csillagászok elemezték, nem nagyon tudják, megnézték, amikor sajnos ugye űrhajó robban fel, vagy a meteoritok robbannak fel, de hogy nem ilyen légköri jelenségek zajlanak akkor, hogy totálisan egyértelműen gyorsabban, mint az eredeti céltárgy, ugye kilő és az ellenkező irányba indul el. Feltesszük a Facebookra, nézzétek majd meg. Ez jó pofa egyébként. Az nem lehet, hogy egy fénypostát küldött Pataki Attilának? Igen, valahol Dél-Kaliforniában történt az eset, de 3 perc múlva Attila háza fölött megjelent a posta, és hamar ideért. Ugye, hogy érdekes? Nagyon. Ez jó pofa. Na, mit mondtok ti szkeptikusok? Mondjatok egy elfogadható magyarázatot. Nyilván nem tudtok. Erre, hogy ez mi? Mi az, hogy nyilván nem tudtok? Nyilván azonnal ez már a földön térdeltek hátratett kézzel, és azt mondtuk, hogy egyszerűen nincsenek érveink ezen meggyőző videó ellen, de nem tudtok ellenérveket mondani, hogy ez mi a fene lehet. Ugye azt mondják, hogy egy UFO katasztrófát látsz, amikor is ugye kilő, vagyis katapultál valami belőle, de nyilván ez csak egy teória. Akkor lenne UFO katasztrófa, hogyha látnánk, hogy az a tárgy, vagy az az üstökösszerű valami, amiről eltávozott az a kis buborék, utána megsemmisülne, de utána megsemmisül. Nem semmisül, megy végig az égen, és katasztrófa. Valahol eltűnik, nem néztem végig, megmondom őszintén. Valamin a hajba kaptak. És akkor hajj meg, jó, akkor én elmegyek a mentőkabillal. Én meg megyek tovább, amerre akarok. Jó, akkor én meg megyek, hogy hívjákra. Megyek Pestre, találkozok Attilával. Találkozom Attilával. Igen, biztos valami kis szoba, ahol meghúzhatom magam. Na mindegy, szerintem meggyőző. De jó pofa. Meggyőző. Nem? Ez sem? Hát nem tudjuk, hogy mi, nem tudjuk, hogy azt most bárki csinálhatta, érted? Ez gyakorlatilag azt írva ki, hogy a fostos bugybók a védelmi reakciója. Az lehet. Na, tessék, vagy ez egy szilveszteri felvétel, amikor az egyik petárda kilövő ilyen állomás eldőlt oldalra, az ugye a vízszintes csík, és keresztbe egyébként New Yorkból átlőttek rajta egy másikat. Hát mit tudom én? De ez most ettől miért UFO, hogy kijön belőle? A feleset ugye, csak ő kíváncsi volt, meg akartam mutatni, nem tudom. Nekem tetszik. Én mondom, én örülnék neki, hogyha kiderülne, hogy tényleg vannak, és én, mivel azt mondják, hogy a világegyetem az egy határtalan dolog, tehát hogy valahol kell lennie benne a nagyszámok törvény alapján is valamiféle életszerű dolognak, nem is feltétlenül olyan formában, mint a miénk, de valahol kell lennie. Ezt én is osztom. Viszont ezek akkorák ezek a távolságok, hogy mivel tudják ezt átadni, lehet, hogy semmivel. Tehát, hogy én bízok benne, vagy én hinnék bennem szívem szerint, hogy léteznek. Te hajladozol, öcsi. Te mész át arra az egyébként, hogy nem ufók. Tehát én nem kicsi üggülő szemű lények. Szóval évek óta mondom. Ha nem? Hogy mi vagyunk. Mi vagyunk az ufók? Igen. hogy önmagunk vagyunk. Ami egyébként azóta már nagyon sok filmen megcsinálták, nyilván nem azóta, mióta én mondom. Kicsit fáj a dolog, de hogy ezt már évekkel ezelőtt elmondtam itt a rádióban, ezt az elméletemet, és ugye a Christopher Nolannek az új filmje is erről szól, hogy nem mások, mint mi. Tehát önmagunkhoz jövünk vissza. Ők a jövőből, ő lehet, hogy a Sebestyén Balázs lőtte ki magát. Mindig azt szoktam csinálni, amikor szóba jön ez a Nolan film, akkor utána várok egy kicsit, hogy elfelejtsem azt, amit mondtál vele kapcsolatban, hogy végre meg tudjam úgy nézni, hogy nem tudok róla semmit. Most megint előttem az első három hónapot. Elfelejtettem, hogy mit mondtál a múltkor, és most megint behoztál egy rohadt részletet, ami fontos. Már pont megnéztem volna. Megint várhatok 2 hónapot. Tehát tulajdonképpen mi történik? Most még nem vagyunk képesek erre. Elméleti fizikában már igen, ugye? Tehát ott már azért nagyon sok minden megtörténhet. De az csak az elmélet. De mi van, ha 300 év múlva képesek leszünk olyan dolgokra, amit most még csak az elméleti fizikában tudunk. Lásd, mondjuk időutazás. Az idő paradoxon átugrása. 400 év múlva ezt meg tudjuk csinálni, és nem történik más, mint hogy 400 éves jövőbeli énünk jön vissza 400 évvel ezelőtti múltunkba. Tehát tulajdonképpen önmagunkat látogatjuk. És mondjuk segítünk önmagunknak az önmagunk elpusztítása ellen. Érted? Ez érdekes, igen. Tehát, hogy nem pici gülüszemű lények jönnek, hanem mi vagyunk fönt az égen. És próbálunk meg javítgatni? Próbálunk meg javítgatni, próbáljuk meg elkerülni az atomháborút, próbálunk segíteni, próbáljuk emelni a rezgésszámot, próbáljuk elkerülni a világháborúkat, tehát segítünk kvázi tulajdonképpen, mert ha megtörténne most a világháború, az az ő jövőjüket is befolyásolná. Ezért mi magunkat látogatjuk, és magunkhoz jövünk vissza. De 400 évvel későbbi énünk jön vissza, mert miért ne jöhetne 400 évvel későbbi énünk vissza, ha addigra képesek vagyunk az időutazásra? De miért nem tömegesen jövünk vissza? Hát honnan tudod, hogy mennyien jövünk? Azt nem lehet tudni. Hát, mert hogy hívják, mert Gáborból is csak egy van. Értem én, hogy jövőből visszajön. Van, csak a többiek még. Nem azt mondom, hogy de nem azt mondom, hogy Gáborok jönnek vissza, és tönkölybúzát etetnek velünk azért. Hanem, de nem Vadó Jánosok jönnek vissza, de hanem 400 évvel későbbi leszármazottaink érkeznek vissza hozzánk, és segítenek bennünket, mondjuk. Hiába ugatom, hogy mossátok el azokat a rohadt műanyagos dobozokat. Nem értitek, hogy meg fogjátok ölni magatokat? Vagy egy elképzelt jövőt segítenek elkerülni, és azt mondják, hogy 2 választás van. Vagy elpusztítjátok önmagatokat. Aha. És az mondjuk egy következő időség, vagy pedig segítünk benneteket saját magatoktól megmenteni. Tehát az egészséges ételekkel például. Nem, attól, hogy fölismeritek, hogy micsoda érték van a kezetekben, mondjuk az univerzumban egy élő bolygónből kevés van, és ezt ne pusztítsátok el, és mi magunkat figyelmeztetjük. Aha. Önmagunkhoz jövünk vissza. Nem mások jönnek hozzánk. Na, de akkor Gábor jött vissza hozzánk például. A fiú, aki az előbb itt ült, egy 400 évvel idősebb ember. Te se tudsz semmit a múltjáról, látod? Azon kívül. Azért a testalkata alapján lehetne egyébként földön kívüli, de kevésbé gyanítom. Na mindegy, nem érdekes. Nem érdekes, izgalmas dolog egyébként. Igen. Meg hát ugye mi azt várjuk, hogy olyanok legyenek egy picit, mint mi. Mi van? Mire mondtad? Ja, semmi, témaváltást akartam. Ja, még na mindegy, majd legközelebb elmondom. Jó, témaváltással megyünk tovább. És most visszaváltottunk, akkor elmondhatom? 3-as ugrás, játszunk már is valakivel. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és